javaslom, hogy kezdjük egy elcsöndesüléssel. Szeretettel köszöntök mindenkit. Rövid ráhangolódásra sem állt. Megérkezünk az itt és mostba. Testben, figyelemben. Szellemben. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van, és bármilyen formában, még utólagosan, hangban, képben befogadja, figyelemmel kíséri ezt az előadást. Rögtön előre bocsájtom, és kérem a tisztelt közösségtől, hallgatóktól, hogy engedjétek meg a tegező viszonyt. Amúgy is szerintem ilyen spirituális családi körben vagyunk, és ez a témához ez illeszkedik, és szerintem azok is, akik rádióban vagy interneten követik ezt az előadást, ugyanez vonatkozik. Azokra is. Röviden bemutatkozom, aki nem ismerne, Kis József Zsoltnak hívnak, itt most alapvetően asztrológiai minőségemben vagyok. Igyekszem egyfajta közvetítőként, ami az asztrológus dolga hitem szerint égi tolmácsként működni. Erről még picit beszélünk. Jelenleg tanítok asztrológiát, most is van haladó csoportom, amiben lehet kapcsolódni tudásszintnek megfelelően, és most egy kivételes alkalomban, mert utoljára illetve lesz, 4 éve indult új iskolám, és most 2016. szeptembertől indul egy önismereti, ön- és sorsismereti saját élményt is nyújtó asztrológiai kurzus és képzés. Ennek a szólólapját megkaptátok, illetve a interneten, a honlapomon, ami itt van a táblán, a kisjózsefzsolt.hu-n megtaláljátok az ide vonatkozó információkat. Illetve, ami az előadáshoz kapcsolódik, mivel a mars évéről beszélünk, ez komoly konfliktuskezelést is jelent, illetve jelentett sokuk számára. Lesz önismereti viselkedés és kommunikációs tréning nyáron. Erre is lehet jelentkezni, kitettem erre vonatkozó jelentkezési lapot. Illetve elemek kint és bent párhuzamában is haladunk. Lesz egy elemekről a bennünk lévő őselemek tudatosításáról szóló tábor. Valamint, ami örökből, és talán a legesszenciálisabb elnézve a mostani konstellációkat és időminőséget, szeptembertől indul egy évadra szóló, szeptembertől körülbelül júliusig 150 órás önismereti pszichodráma csoport, amit mások magammal vezetek, erre is lehet jelentkezni. A honlapon kizárólag az asztrológiai iskolák vannak rajta, az egyebeket itt személyesen lehet jelentkezni, minden elkötelezettség nélkül, aki fölírja magát, kap erről értesítést. No, hát ahogy mondtam, én tolmásként szeretnék működni, én alapvetően közös gondolkodásra hívni benneteket, illetve mindenkit, aki ezt hallgatja, gondolatok mögé nézésre. Minden spirituális úton van egy olyan fogalom, aminek az a neve, vagy az a megnevezés, hogy elmélkedés. Személyessé tenni mindazt, amit hallottunk, az intuitív tapasztalatainkkal egyeztetni, és egyáltalán a belső megéléseinkkel összevetni. Hát ezt kívánom. A célom ezzel gyakorlatilag nem más, mint mindenki tapasztalhatja, egy olyan átalakulásban, metamorfózisban van a világ bent, kint, kint és bent, ahol a tudatosságra nagy szükség van. Tehát én szeretnék hozzájárulni kinek-kinek az életéhez a maga módján, inspirálni abban, hogy tudatosuljon, mindabban, amiben éppen van a saját léthelyzetében, sorsában, ha úgy tetszik, kormájában. És itt rögtön a elején szeretnék egy fogalmat tisztázni, a tudatosság fogalmát, mert én azt tapasztalom, és bennem az állt össze a jelenlegi megértési szintemen, hogy akár a spirituális út, akár a világvallások egyaránt tanítják ezt, és föllelhető. Például a jógában, ugye a bhakti jógán keresztül, a szív, a szolgálat, az együttérzésen keresztül ugyanoda el lehet jutni, mint ahová a gyáni jógával az elme felszabadulása által. De mindenki azt gondolom, hogy egy hegycsúcsra igyekszik, és ha végén eljutunk erre a hegycsúcsra, vagy legalábbis megközelítjük, akkor az abszolút szeretet, az abszolút tudatosság is,
és az abszolút tudatosság az abszolút szeretet is. És a tudatosság az természetesen nem intellektuális tudást jelent, és szerintem itt a konstellációkat kicsit taglalva az előadás során még ide vissza fogunk térni. Az pedig mindenki számára azt gondolom, hogy eléggé egyértelmű, mondhatni evidens, hogy egy folyamatos tapasztalásban vagyunk, ami hívhatunk nyugodtan megismerésnek is, hiszen az emberi létség az arról szól, hogy mi önébredő lények vagyunk, önreflexióra vagyunk képesek, ezért van szerintem személyiségünk, egónk, és tapasztaljuk úgy a világot, ahogyan tapasztaljuk. Hát úgy is lehet mondani, hogy amiben vagyunk, egy folyamatosan önébredő, szeretetre és tudatosságra ébredő, megismerő tapasztalás. Na most én úgy definiálnám tehát a tudatosságot, hogy biztos megfigyelte mindenki már azt, hogy az embernek van egy olyan hajlama, és ezt direkt általános alanyként használom, hogy vagy átélünk dolgokat, de akkor nem biztos, hogy tudatában vagyunk az akarati, értelmi ösztön működésünknek például. Vagy pedig tudatában vagyunk ennek, de akkor sérül az átélésünk. Valójában a teljesség felé azt láttam, hogy az lenne a cél, hogy teljesen átéljük azt, ami van, és tudatosak vagyunk abban. Így éppen nemrégen készült egy nagyszerű interjú Kassai Lajos barátunkkal, aki ugyanerről beszélt a lovas íjászat kapcsán a Kalójeni YouTube-on, ezt meg lehet tekinteni, ezt a kis epizódot, ezt a kis filmet. Na most ugye más megközelítésben a tudatosság azt is jelenti tehát ebből fakadóan, és egyébként erről szól valamennyi spirituális hagyomány, a spirituális a szellemi tanítások, a tantrikus utak, hogy itt a jelenben tudatában lenni annak, hogy ki vagyok most, sőt, gyakorlatilag Buddha tanítása is erről szól, hogy nagyon-nagyon leképezzük. Végeredményben Buddha soha nem tanított azt, hogy meditálj. Én ezt úgy tudom, hanem az, hogy légy tudatos abban, ami van és aki vagy. És ez mindenképpen a jelenben fogható, és ez nagyon-nagyon fontos az előadáson a jelenpont. És az is jelenti, hogy nyilván a jelen a múltnak a következménye, és a jelenben teremtjük a jövőket. Tehát ha például a maximális tudatossággal, ami nyilvánvalóan egy etalon, ez egy igyekvés, benne vagyunk abban, ahol vagyunk, akkor ez egy nagyon fontos realizáció és felelősségvállalás is, hiszen tudatában vagyok annak, hogy most milyen magot vetettem el, és felelősséget tudok vállalni azért, hogy ennek milyen következménye van. A másik nagyon fontos aspektus, hogy hát most itt az idővel fogunk dolgozni, hiszen vizsgálom bizonyos időszakot, méghozzá az idő minőségét az asztrológia segítségével. Na most ugye azt látjuk, hogy mindenki az időnek van alávetve, ezzel megpróbálunk küzdeni különböző módon, meg az emberiség, de alá vagyunk vetve az időnek. És ugye mindenki tapasztalja azt, hogy ez nem mindegy, hogy hogyan történik. Ugye van egy ilyen elv, hogy entrópia, tehát ha pusztán telik az idő, hogyha megnézzük a fizikát, akkor a dolgok a bomlás felé mennek. Tehát a fizikai testünk is, ha tetszik, ha nem, előbb-utóbb föl fog bomlani. És az a helyzet, hogy ha az egyik vetület, ahol meg szoktam fogalmazni, hogy mi az idő, akkor azt szoktam mondani, hogy a tudat távolásának a mértékegysége, ami nagyon egyszerűen belátható azzal, hogy nézd meg, hogy 25 évvel ezelőtt ha hasonló problémád volt, mint most, vagy hasonló analógiában voltál egy élethelyzetben, hogy reagáltál akkor, és hogy reagáltál most. Ha tényleg beépítettél tapasztalatokat, és fejlődött a személyiséget, akkor valószínűleg másképp reagáltál. Mit eltelt közben? 25 év mondjuk. De valójában a tudatot távolít. Igen ám, de meg lehet ezt élni úgy is, mivel a dolgok, ha nincs tudatosság, a felbomlás felé mennek, hogy pusztán eltelik 25 év, de nem történik semmi. De történik, mert egyrészt a múltnak, egy múltbéli pontnak mindig van következménye jelenre nézve. Tehát ezt mindenki tudja, hogy megszülettünk, mondjuk egy születési horoszkóppal mutatja azt, hogy milyen kondíciókat hoztunk, milyen hajlamokat, ezek úgyis ki fognak futni. Talán biztos különböző tudományokból tapasztalatját, és szerintem sokan van, akik az asztrológiát is ismerik, hogy létezik ilyen egy életterv. Itt ebbe a 3D-be vagy 4D-be ezt időben le lehet vetíteni, ez tulajdonképpen egy időegyenes. Valójában ezzel foglalkozik az asztrológia prognosztikai része. És ez a prognosztikai rész pedig egy olyan dolgot vizsgál, hogy mi is az idő minősége. Vagyis, hogy éppen aktuálisan mit tapasztalhatunk, mit építhetünk be, tulajdonképpen a tudatosságunk, a világ világosságának a fényében, az önébredtségünkben, ami azt jelenti, hogy elfogadás, és amit még nem ismertük meg, azt nem tudjuk elfogadni, és nem tudjuk szeretni sem. Vagyis eljutni addig, hogy a tudatos szeretet állapotában legyünk. Tehát mindig van valami aktualitás, mert az ember ugye, ha most magadba figyelsz, akkor ugye hát mindenki boldog szeretne lenni, szeretve, szeretetet adva és szeretetet fogadva szeretne lenni. Ez valamiféleképpen egy alapállapot. És valójában mindig van valami
látszólag külső, de valójában belső akadály, hogy nem vagyunk teljesek, nem vagyunk egészlegesek, és ezt nehezen tudjuk realizálni. Mindig van valami aktuális, amit úgy tűnik, hogy be kell emelnünk a tudatosság a teljesség fényébe, és valójában az idő minősége, amikor például horoszkópot készítünk óra, belenézni az idő minőségébe, egy adott időszakban meg tudjuk fejteni, hogy milyen tudattartalmakat, amivel találkozunk a világban, vagy éppen önmagunkban, aktuális beépíteni. Mert ez az asztrológia prognosztikai része, és most azok kedvéért mondom főleg, mert csak segédeszközként használjuk, akik nem ismerik ezt a tudományt, ami tulajdonképpen egy önsors, sajnos önsors rontó is lehet, mert életlen szerénységgel arra is lehet használni az asztrológiát, mint bármi más, de alapvetően egy önsors és világismereti antropológiai rendszer, aminek a prognosztikai része nem azt mondja meg, hogy mi lesz, hanem hogy mi van most, és ez eligazodást adhat abban, hogy milyen világot teremthetünk magunk számára és közösségi szinten, és ehhez egyénileg és közösségileg is valójában közünk van. Erről a közről még majd fogok beszélni. A harmadik aspektus, amit itt az asztrológián keresztül behívunk, ugye amiről most beszélünk, az a mundán asztrológia. A mundus világ asztrológia, ugye nevezik ezt politikai asztrológiának is, csak ez ilyen rossz ízű, meg valójában nem is az, hagyomány szerint persze mondhatjuk. Ami azt jelenti, hogy mindenre vonatkozó, mindenkire vonatkozó folyamatokról fogunk itt most beszélni. Tehát nem tudunk személyes folyamatokról beszélni, mert mindenkinek egyenként el kellene készíteni a személyes horoszkópját, illetve ismerni kellene valamilyen módon a tudatszintjét és a személyiség érettségét. De ezt itt nem tudjuk megtenni, bizonyos hivatkozásokat tudok persze mondani, hogy ebben az évben és ebben az évnek bizonyos szakaszában, nagy általában ebben az évben, azoknak, akiknek a kosban, a rákban, a mérlegben, a babban van a napja, holdja, asszendens napja, születésnapja, azok biztos, hogy érintettek nagy valószínűséggel abban a sztoriban, ami mostanában van, meg azoknak is, akinek a változó jegyekben van. Például elsősorban itt május közepe, június közepe között, tehát ugye, de alapvetően változó jegy, hogy ikrek, szűz, nyilas, halak, ott vannak ilyen jellegű érdekeltségei, de nyilván ennél többet nem tudok mondani. És ha már itt tartok, és most már talán akik szeretnének megérkezni, megérkeznek, egy picit még mondok egy-két dolgot a keretről, hogy most nem tartok a hosszú előadást, mint szoktam, mert korábban 3 órásokat tartottam, most ez maximum 1 óra 50-55 perc környékén lesz, közben nyilván nem lesz szünet. Én a 8 körül abba hagyom, lesz egy 15 perc, és utána, aki marad, szeretném, ha minél többen maradnátok, a Szatyananda Kirtan csoport, illetve a szatyanandások lesznek itt, akikkel mantrákat fogunk énekelni, remélhetőleg közösen és bármikor be tudtok kapcsolódni. És most az előadáson alapvetően a magyar vonatkozásokra sem szeretnék kitérni, egyrészt nem lesz rá idő, másrészt sokat beszéltem erről az utóbbi időben különböző fórumokon. Na most mi a fókusz? És most itt nem nagyon szeretnék többet az asztrológiáról magyarázni, mert nagyjából látom a közönséget, hogy az asztrológiát így vagy úgy értitek, de szerencsére nem kell megérni, aki nem ért az asztrológiához, itt nem fogok majd mondani ilyen konkrét konstellációkat. Egyébként is, hogy asztrológus klienseknek nem beszél ilyenekről, hanem mindig az értelmezésről beszél, és a szinkrontolmás ugye mondja a végeredményt legalábbis, ahogy tudja a maga tudat szintjén. Na most a fókusz, ugye szeretném megint csak tisztázni, hogy miről beszélünk és miről nem. Miről nem beszélünk, tehát nem fogunk beszélni ilyen fizikai síkú következményekről. Hogy a gazdaságban, a politikában, az adórendszerben, meg a pénzügyi piacon esetleg mi fog történni. Egyrészt azért nem, mert ez a durva anyagi szint. Ez rendkívül manipulatív, tehát egy viszonylag egészséges személyiségű ember is, ember nagyon talpán, hogy megállapítsa magáról, hogy mennyire paranoid vagy nem a gondolkodásában, mivel ezek a következmény szintek amúgy is eléggé manipuláltak. Tehát erről nincs értelme beszélni. Másrészt úgyis minden az egyén pszichéjén és tudatállapotán múlik, a közösség sorsa is, sőt még az is, ami gyakorlatilag kivetül és visszatükröz bennünket. Tehát ilyen külső dolgokról nem beszélünk. Jóslás szintű dolgokról sem beszélünk, pontosan azért, mert az exponált lehetőség és feladat a lényeg, amivel itt és mostban kell vagy lehet élnünk, méghozzá belül. Éppen ezért ugye nincs értelme arról beszélni, hogy alapvetően mi lesz. Viszont mi igen, egyébként a fizikai dolgot azt röviden szeretném berendezni, hogy nagyjából mindenki sejti meg érzi, hogy az lesz és az fokozódó, hogy egyébként is van. A
természeti katasztrófák, a társadalmi feszültségek, a terrorizmus, a háború és minden ilyen. Most nagyjából van, a gazdaság, a politika gyökeres átalakulása, tehát a helyzet fokozódik. Ezt nagyjából szerintem mindenki tudja, így idejött. Tehát ezzel elrendeztem, ez az egy mondat, az egész jövőre vonatkozó ilyen típusú definíciót. Na most a lényeg viszont az az, hogy mi az a merítés, amiből most fogunk merítkezni időben, másrészt pedig, hogy tényleg hol van az eszencia. Az egyénen van az eszencia. És most ez ilyen vicces dolog, mert én most nincs kihangosítva, amiről beszélek, csak a tévéfelvétel kedvéje van, tehát most ez ilyen fura helyzet. Elnézést érte, de most a technikailag így tudtok megoldani. Szóval a fókusz mindig az egyén tudatán van, mert az egyén tudat határozza meg a közösség tudatát is, és az hatványozódik tovább. Tehát itt vannak csoportdinamikai folyamatok, sokan ismeritek ezt, egyet mindenképpen kiemelnék. Egy közösség olyan vezetőket választ magának, amilyen tudatszinten van, és ami a közösség tudattalanjában aktuálisan el van folytva. Egy. Még akkor is, hogyha demokratikusan, vagy diktatórikus, vagy bárhogyan. Ezek ilyen illúziók, de hogy valójában spirituális szinten ez mindig így működik. A másik, hogy minden, ami kitükröződik az egyéni kapcsolatokban, sőt a látszólag élő és élettelen környezetben is, ugye itt célzok az őselemekre, az elemi természet is, mivel ugyanaz a csillaganyag van bennünk, ugyanazok az elemek működnek bennünk, azok is tükröznek minket, természetesen hordoznak önálló tendenciákat is. Tehát a társadalmat, a világot, a másikat nagyon jól tudjuk, hogy nem tudjuk megváltoztatni, de az, hogy a mi tudatállapotunk milyen, és a személyiségünkkel mi hogyan gondolkodunk, hogyan érzünk, milyen cselekedeteket hozunk létre, az viszont megint csak meghatároz mindent. Ugye gondolja arra, hogy amilyen tudattartalom van benned, akkor úgy fogsz kommunikálni, úgy fogsz cselekedni. És ebben vannak jellemző tendenciák, azok jellemvonásokká válnak, szokásaiddá válnak, és az később sorsoddá vál. Ha úgy tetszik, talán ebben a társaságban, meg akik néznek, hallgatnak bennünket, emlegethetem, karmáddá válik. Tehát a folyamatokat csak az egyén tudat szintjén és belül lehet megfogni, és én nem is nagyon tudok más spirituális tanítást igazándiból, ami lényegileg valami másról beszélne, vagy másról regélne. Másik nagyon fontos, hogy ugye az embernek van egy olyan dimenziója, ami a önreflektív dimenzió reflektál önmagára, hiszen saját teremtettségének tudatában van, saját létezésének tudatában van ettől ember. Van egy kapcsolati dimenziója kifelé, és van egy transzcendens dimenzió, mondjuk így fölfelé, a bennünk lévő szellemi rész, erre gondolok. Ugye ez három sík. Ugyanez a három sík máshogy is elmondható, hogy van az embernek a spirit, vagy a tudat, tudati része, ezt van, aki léleknek is nevezi, van a személyiség, meg a személyiségnek az a része, aminek leginkább tudatában vagyok, és maga gyakorlatilag a kivetülés, maga a forma, a személyiség is részben forma, és maga az anyagi test. Ugye itt is van egy hármasság. Szeretném megint csak fókuszálni, hogy amiről itt beszélek, az végig a tudatállapot és a személyiség. Mert a személyiséggel tudom alakítani a sorsomat, reagálok a külvilágra, reflektálok önmagamra, ebben van a karmaoldás kulcsa, mert hogy mindenki hoz bizonyos meghatározott jelleget, ugye mindenki ismeri ezt a mondást, hogy vannak dolgok, amik nem tudok változtatni, de hogy milyen jelentést adok annak. Hogyan értelmezem, az meg fogja határozni a hogy létemet, és hogy hogyan teremtem az egyén és a közösségi sorsomat, vagy sorsunkat. És vannak olyan dolgok, amiben pedig be tudok avatkozni, és ez mindig ezen keresztül történik. Általában a szellemi praxissal a személyiséggel dolgozunk finom szinten, azt tapasztalom, illetve a tudatunkkal. A különböző önismereti módszerekkel pedig a személyiséggel dolgozunk durva szinten. És én nem nagyon tudok más utat, ami másról szólna, és ez, amikor azt mondom, hogy nem nagyon tudok, hátam mögött vannak, meg előttem olyan guruk, tanítók, guruk is bizonyos értelemben, meg szakemberek, akikről sokat beszélgettem, riporterként is, műsorvezetőként is, meg a saját képződésemben is, és nagyjából mindenki ezt mondja. És ami a lényeg tehát, hogy az emberről a mostani időminőségben így szeretnék beszélni, hogy az ember pszichéjében, belül, a tudatában,
és az emberi közösség belső világában mi a lecke, mi a feladat és mi a lehetőség. Nagyon fontos, hogy a világ poláris, tehát nem csak lecke van, nem csak feladat van, hanem lehetőség is van, esély is van és kegyelem van. Tulajdonképpen, amiben most vagyunk, és most az idő szakra szeretnék kicsit kitérni, az végeredményben nem krízis, nem válság, amit már tapasztalhatunk x ideje, nagyjából ez elmélyült 2008 óta, hanem a tudat forradalma, egy spirituális átalakulás, ami alapvetően innen indul ki, ezekből a dimenziókból, megkívánja a szemléletváltozást, a szemléletváltozás a személyiségváltozást, a személyiségváltozás a viselkedésváltozást, és aztán utána pedig a cselekedeteket és sorsalakítást. Kívülről megfordítva, máshonnan ez nem fog működni, ez egótrükk, azt tapasztalom, de teljesen normális egótrükk, mert a mindannyiunk egója, milyen Müller Péter, hogy nevezik undabuffernek, ilyen trükkös módon nyilván mindig a kényelmesebb megoldást keresünk. Amit most górcső alá veszünk, ugye talán akik az előadásaimra szoktatok járni, furcsáltátok, hogy miért nem január elején beszélgetünk. És hogy most ezért miért kiemelt. Van egy nagyobb ciklus, ami 2008-tól indult, és korábbi előadásokban már beszéltem, hogy még tart egy bizonyos ciklus 17-18-ig, de a 16-os év mindenképpen kiemelt. Tulajdonképpen a nagyobb ívületke, amiről már korábban megnyilatkoztam, meg még most fogok, az ebben az egész ívben, időívben érvényes, de bizonyos értelemben exponálódik vagy expalálódik ebben az évben, sokkal nagyobb a polarizáció, és sokkal inkább kélezettebbé válik az, hogy az egyéni életedben te mit döntesz, mit realizálsz és miért válasz felelősséget, ezt még ki fogom mondani. Úgy is mondhatnám, hogy nehéz, tanító jellegű és fölébresztő időminőség és konstellációk vannak ebben az évben, különösen az első felében és ezen belül is 2006. május-júniusában, az utolsó negyed évben már részben enyhül. Most a laikusok kedvéért mondom, hogy a konstellációk természetesen nem okoznak semmit, csak jelzik a tudati belső folyamatokat, és a látszólag élettelen világban is a belső teremtő folyamatokat. Tehát egy horoszkópban, amikor a planétákat használjuk, mondjuk egy emberre levetítve, ez egy ember akarati, intellektuális, ha úgy tetszik, kognitív, érzelmi, tudattalan, ösztön és így tovább működését írja le. Tehát itt erről van szó. A másik nagyon fontos bekezdés az a tavaszi nap éjjelőséggel indult, hogy kozsora épett a nap, most március 20-ától. Ugye a káldeusi tradíció alapján például ugye minden évet, minden időszakot fémjelez egy planéta, egy planéta energiája, ez egy szimbólum, tehát nyilván nem a planéta okoz valamit, hanem az egy analógia. Ugye az analógia az egy tulajdonképpen olyan összefüggés, gondolkodásunknak is megvan egy hármas szintje, hogy gondolkodunk racionálisan, oksági, kauzális alapon, hogy mi van a felszínen, és a dolgokat különbözőképpen látjuk. Hogyha beljebb megyünk a dolgok mögé, akkor látjuk, hogy a dolgok hol azonosak. Az a szimbolikus gondolkodás, és az analógiás gondolkodás pedig azt mutatja és azt akarja, hogy a dolgok a keletkezésüktől, az eredetüktől fogva, úgy tetszik, a teremtésüktől fogva, milyen lényegiséget képviselnek, vagy hogy azonosak. Tehát az, hogy most a Mars évébe léptünk, és 2016 március közepéig ott vagyunk, ez egy analógia, ami az egész esztendő idő minőségét szolgálja. És az idő minőséget még úgy is meg tudod fogni, hogy amikor benned, befelé figyelsz, mert van önismereted, és minél tisztább önreflexiód, vagy tiszta a tudatod, és mondjuk interakció egy másik emberrel, akkor pontosan tudod, hogy mi van köztetek. Milyen érzelem van köztetek, milyen gondolat van köztetek. Ez egy minőségében való befelé figyelés, hogy valójában mi motivál most úgy igazából. És erre tudunk ránézni. Na most ez választ is adott arra, hogy miért most tartom az előadást. Mert hogy március 20-ától kezdődött a Mars éve, mert ugye a legnehezebb hónapok most vannak és a következő időszakban, és erre sem volt könnyű jó konstellációt találni erre az április 15-ét. Úgyhogy ez a magyarázat. Na most nézzük tehát akkor, miben áll ez a Mars éve, és ezzel szeretném alapvetően kezdeni.
a beszélgetést, illetve az előadásnak ezt a részét. És ezt fogjuk egyeztetni azokkal a leckékkel, lehetőségekkel és tanításokkal, ami átívelnek 2016-on, tehát 2015 decemberétől kezdve, és már kezdődtek 2008-ban, és egy elég izgalmas színes képet kapunk. Mit kínál számunkra ez a MARS éve? És itt most nem mennék bele összefüggésbe, hogy ilyenkor csak megemlítem, hogy nagyon fontos a MARS pozícióját, aki azt fogja foglalkozni a tavaszponton megnézni, hogy hol jár, meg hogy mozog. És pontosan ezen összefüggés alapján az egyik kulcsszó ebben az időszakban az, hogy konfrontálni önmagunkkal mértékletesen, ugye az ahimsa az nem csak kifelé, hanem befelé, és a nem ártás az kifelé és befelé is érvényes. Mondom én egyesen a szatudnosszal, aki szereti szadizni magát, de vannak ilyen emberek, mások is, tehát hogy kíméletesség magunkkal is, de minden esetre jól konfrontálni. És az önismeret az önmagában egy konfrontáció. Már. És a konfrontáció itt elsősorban ebben az időszakban annak érdekében történik, hogy bizonyos régi mintákat elengedjük. Amik már nagyon régen itt dédelgetjük, meg nagyon régen az egónk, a személyiségünk ragaszkodik hozzá. Most természetesen az élet az mindig örök változás, mindig van elegedendő, de most egy olyan sűrűsödő időszak van egyébként már csak ebben az évben, hogy sok régi ügy fölmerül. Egyébként a régire azt is mondom, ami, ahogy, ha szabad ezt a kifejezést használni, már hozott, már születetten hozott téma, amit most föl lehet oldani, és nagyon sokaknak nincs is más választása, mint hogy most föloldja, és az egy adott ember életén belül is most valahogy fókuszálódnak bizonyos régi ügyek, amik már régebben nem tettél le. És most lehetőséged van letenni, sőt bizonyos értelemben külső-belső kényszerek mutatnak erre, és kifejezetten konfrontatív módon ebben a 2016-os évben ezekkel a konstelláció kíséretével. Na most kérdezheted azt, hogy jó, de hogyan, honnan tudom? Hát olyan egyszerű a dolog, és itt most még egy dolgot szeretnék mondani, ami ide tartozik. Hogy ennek az egész időszaknak és éveknek van aki a kulcs szavai, mint önismeret, tudatosság, felelősségvállalás. És ezt érdemes onnan kezdeni, tudjátok, hogy aki az önismereti úton elindul, és már ott haladtok többen, vagy jócskán szerintem mindenki, aki itt van, akkor az egy olyan mellékhatással jel, hogy a felelősséget már kevésbé tudod kifelé hárítani. És az a helyzet, hogy a személyes közt úgy találjuk meg, hogy most tapasztalunk valamit. És amit most tapasztalunk, az minden síkon zajlik egyidejűleg. Tehát a természet síkján is, az ember belső világában is, és az emberek között is. És szoktam mondani azt a hasonlatot, hogy egy multiplex moziban vagyunk, az X számú moziteremben, és vetítenek egy filmet, ez a Föld bolygó most. És mindannyian erre a filmre vettünk jegyet. Lehet, hogy nem tudsz róla. De ez a személyes köz. Tehát a személyes köz spirituálisan úgy érdemes lerendezni, hogy azt tapasztalod, amit gyakorlatilag közösen teremtettünk, ja kérem, én nem mondhatod, valahol az ember egy közösségi lény, tehát valahol egység van. Azon kívül nagyon sokan szerintem így vagy úgy, az tudat tapasztalásának a folyamatosságát valljátok, tudjátok, vagy hiszitek. Tehát amit tapasztaltok, ahhoz korábban, aki a tudati elődöd, vagy netán, aki a reinkarnációban hisz, én nem hiszek benne, már előző életemben se hittem, de aki ebben hisz, akkor az adhatja, hogy van akár egy személyesebb köze ahhoz, ami most van. De olyan módon is felismerheted a közt, hogy benned is ott vannak azok a hajlamok, amivel te találkozol a világban, amit megcsinálnak mások veled. Még a legtávolabbi ember is. Hát azt, hogy most ilyen környezetben élünk, vagy ilyen politikai rendszerben, vagy bármiben élünk. Szerintem ezt nagyjából érzétek, hogy látom az arcotokról. Tehát pusztán az, hogy közön van ahhoz, amit közösen teremtettünk, onnan fogod tudni, hogy élsz. Ezt viszonylag könnyű belátni. És most élsz, tehát ezt a mozit nézed. Még több között akkor van hozzá, hogy ha ettől szenvedsz, vagy félsz, vagy illúzióid vannak, vagy nagyon vágysz valamire. Tehát a vágy, a félelme, az illúzió, ezek ilyen nagyon erős közök. Tehát tapasztalod. És közösen teremtettük, és a személyes felelősséget már érdemes itt végig gondolni. És akkor itt jövök vissza a MARS éve nagyon fontos tanításához, szerintem, hogy bizony
milyen régi mintákat kell engedned? Hát ami most feszít. Gyakorlatilag, ha külső dolgok feszítenek, mert külső tudaterőkkel, most bocsánat, tudaterőknek nevezek olyan dolgokat, mint mondjuk egy bank. Tudaterőknek nevezek olyan dolgokat, mint egy politikai érdekcsoport. Tehát a politikáról nem fogunk beszélni. A mögött rezgések vannak, információk vannak, tudati tartalmak vannak. Mert ugye spirituálisan ugye nem beszélünk politikáról, mert a politika már rég elszakadt a spiritualitástól, és manipulatív. A gazdaságban ugyanaz a helyzet. Nyilván nem erre az előadásra jöttetek volna, ha nem erről beszélünk. Tehát nagyon-nagyon fontos, ha van valami külső kényszeret, tök mindegy, hogy gazdasági nehézség, emberi konfliktus, ez az, akkor ismerd föl, hogy ez hogy van benned. És erről fogunk még beszélni. Na azzal a témával neked belül biztos, hogy konfrontálódnod kell. Na most akinek nem olyan egyértelmű a dolog, mert ilyen, ugye szokták mondani, hogy önismeretben a kinyomás szokott vinni bennünket, amikor így már elegem van magamból. A pszichológusok ezt elég mondják, nem az, hogy kinyomás, növekszik a kinyomás. De amikor belső késztetéseim vannak, félelmeim, szorongásaim, illuzórikus fantáziáim, amiről kiderül, hogy nem a valóságról szól, na akkor is biztos jeleim, hogy régi minták vannak, amivel szembe kellene néznem. Vagy a fizikai testben van belehasadva, és valamilyen tünetcsoport hozza ezt. Na, ott már nehezebb megfejteni a dolgot. Ott se könnyű, amikor azt gondolod, hogy mit tudom én, problémád van hitelükben, vagy problémád van, mit tudom én, valamilyen mondjuk gazdasági témában. De ezeket érdemes figyelni. Na most, ugye a Mars éve arról szólt, tehát hogy konfrontáció, és az egyik, a legfontosabb konfrontáció az az önismeret. Szembenéz magad. Az egyik alapvető konfrontáció. A másik alapvető konfrontáció, ugye itt be kell hoznom azt a kifejezést, hogy az emberi ego akarata és az akaratának az érvényesítése, vagyis az agresszió. Agresszió az nem más, mint életenergia. Na most az agresszióval mindig az a helyzet, hogy ha alulműködtetem, akkor elpusztulok. Ha túlműködtetem, akkor szintén pusztulást hoz. És ez most itt nagyon-nagyon pellengére kerül. Egyébként közösségi szinten is. Lehet, hogy olyan jellegű ügyek jobban napvilágra látnak, hogy napvilágra kerülnek, hogy például bizonyos helyzetben, helyzetekben emberek, embercsoportok az akaratot kevésbé érvényesítik, vagy kevésbé fogalatosítanak bizonyos fajta szabályokat, akár egy belső tudatos akarattal. Például emberek egyéni szinten ez úgy van, hogy ha jogosan nem képviselem magad, akkor idő után vagy a tyúk szemedre lépnek, vagy pedig elindul egy indulatáttétel, és például te belőled létrejön egy indokolatlan, ugye kontrollatlan agresszió. Vagy pedig közösségi szinten és bizonyos helyeken, ahol nincs egy tudatos akaratérvényesítés és helyzetekben, akkor pedig túlzott akaratérvényesítés veszélye merül föl. Na most ezt mindenképpen először a személyiségbe kell megvinni, a saját személyiségünkbe, hogy vagyunk mi az akarat kivitelezésünkkel, és hogy tudjuk mi az akaratunkat, az agressziónkat a kozmikus törvényekkel harmóniában élni. Ez nagyjából a személyiség szinten mondom, akkor ez tulajdonképpen leírható egyfajta felnőtt viselkedéssel, aminek lehet érezni, lehet tudni, meg utána lehet nézni. Erre van egy jó kis idegen kifejezés, hogy asszertív kommunikáció és viselkedés. Nyáron egyébként erről lesz egy 5 vagy 6 napos tréning, alapvetően asztrológusoknak csináltam ezt kliens kapcsolatra vonatkozóan, amire lehet jelentkezni, de bárkinek szól. Itt egyébként kognitív szinteken is fogunk dolgozni. Na most ez azt jelenti, hogy egyes szám első személyben kommunikálok, beszélek, cselekszem, alapvetően erre törekszem a jelenben, maradva a saját gondolataimnál és érzelmeimnél. Ez nagyon fontos lesz ebben az évben, mert egy irritatív év lesz ebből a szempontból. Tehát a belső konfrontáció önismeretileg, illetve az, hogy én alapvetően asszertíven és éretten viselkedjek és kommunikáljak, és erre különösen érdemes ügyelni, mert nagyon sok erőszakos ügy el tud szabadulni a világban, és az, aki erre már ráébredt valamilyen szinten, amiről most beszélek, az lámpás tud lenni a következő időszakban, és példát tud adni a következő időszakban. És itt egy picit ezen a ponton ejtenék néhány szót arról, hogy minek van itt a legnagyobb ereje a világra és a közösségre nézve, és az élettelen világra nézve is. Hát egyrészt ugye, ahogy te kommunikálsz és viselkedsz a példaadás, ez úgy látszik. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül megvalósítottad, de akkor már hiteles vagy, ha elfelé törekszel és ezen dolgozol, nem öntudatlan vagy ebbe, és nem az ellenkező irányba mész.
A másik, ami sokkal nagyobb ereje van, és nyilván ez a viselkedés valaminek az alapja, hogy annak van igazán hatása, amit már átminősítettél magadban. Ugyanis tudattalanul össze vagyunk kapcsolva, minden rezgés és minden információ, és tudattalanul is, vagy nem tudatosan úgy is mondhatnám, a másik ember ezt megérzi. Azon kívül itt mondanám a csoportdinamikai folyamatokat is, amivel kezdtem. Tehát ezek az igazi lehetőségek a belső átminősítésre. Tehát amivel belül dolgunk van, önismeretileg a saját agressziónkat átdolgozni, és akkor itt jön az, hogy akkor hol tudod ezt megfogni. Én nem nagyon szerettek az előadáson ilyen spirituális közhelyeket mondani, vagy igyekszem ezt kerülni, amit egyébként sokszor sokan mondanak, és nagyon üdvös, csak sokszor megfoghatatlan, vagy spirituális lózongokat, még a közhely az egyébként is mondjuk attól még lehet igaz. Mert hogy legyünk konkrétak. Tehát az, hogy például én a konfliktusokat jól kezeljem kívülről, az kereshetünk bármiféle ilyen külső pontot, és most egy átlagemberről beszélek, és nem akarok ezzel senkit megbántani, az alapvetően a személyiségébe tudja megfogni. Tehát ilyen jellegű kérdéseket kell megvizsgálni, hogy például agressziókontroll, impulzuskontroll, konfliktuskezelő stratégiáim, megküzdési stratégiáim, ezt szokták mondani, coping mechanizmusoknak is, amik mind a gyermekkorban a személyiség fejlődés során alakulnak ki és épülnek be. Például a szüleim hogyan oldották meg a konfliktusokat velem? A konfliktusokat a család hogyan oldotta meg, és a szülők egymással, mert azt mintáztam le. Azt fogom én továbbvinni. Tehát szeretném ezt a dolgot nagyon a realitásba hozni, ugyanis azt sokszor tapasztalom, és szerintem itt erre fogékony közönség van, és azt gondolom, hogy akik más forumon is nézik, mert nem véletlen, hogy kik itt vonz be, meg kik hallgat meg. Ezeket nem lehet elkenni. Tehát itt tudunk a saját személyiségben ezekért felelősséget vállalni. És amikor a külvilágban történik valami, és irritál, akár teljesen távoli dolog is, tehát amit a híradóban látok, és kinyílik a bicska a zsebembe, vagy inkább elmenekülnék és félnék, akkor azt rögtön hozzam a személyesbe. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ne próbáljam se az illúzió, hogy valaki megment, se a kritika irányába, ez az én tanácsom elvinni, vagy az, hogy mit kéne tenni nagy szinten. Természetesen, ha pozícióban és helyzetben vagy hozva, akkor nagy szinten, makroszinten is tegyél, de alapvetően ezeket a dolgokat magunkban érdemes megfogni. A másik oldalon, amire nagy szükség lesz a Mars évében ezen konstellációk mellett, az empátia, a szerepcsere, nagyobb megértés és tolerancia. Nyilván ez megint személyiség érettség kérdése, mert bizonyos személyiség sérüléseknél önismeret hiány, a szerepcsere képesség igen csekély, vagy az empátia akár a nullával egyenlő. Na most nyilván ezt érdemes növelni. Hisz a konfliktus helyzetekben ahhoz, hogy például én ne kerüljek túlzott agresszív állapotba, vagy ne menjek az agresszió alá, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor, ja kérem, mit jelent az agresszió alá menni, amikor egy ilyen irritatív év van? Hát például az, hogyha én nem állok be a helyemre, amit nekem el kell foglalnom, és a világban van egy rend. Nem kell a jóisten helyett jóistennek lenni, hanem az már meg van rendezve. A rendező elvek szerint. Aztán csak azt kell elfoglalnom, és nem többet. És itt az abba való belállásról beszélek. És hogyha tehát én képes vagyok már szerepcserére, megértésre odafigyelni a másikra, akkor kérdő kevésbé folytom el az agressziót, illetve kevésbé kerülök agresszív állapotba, ami által már kontrollálatlanabb válik az agresszió. A másik ennek mind személyiség szinten, mind karmikusan van egy nagyon fontos összefüggése. Ugye van erre egy hasonlat, ami ilyen kézenfekvő, mondjuk elmész egy boltba, vásárolsz, és azt érzed, hogy lehet, hogy becsaptak. Az első pont, hogy meggyőződsz arról, hogy becsaptak-e vagy nem. Második pont, meggyőződsz arról, hogy szándékos volt-e vagy nem. És ha mondjuk igen, ez csak egy törekvés, nem biztos, hogy ki fogod deríteni egy adott helyzetbe. Mivel a világ poláris, szükséges a teljesség kedvéért kifelé is reagálni meg befelé is. Befelé reagálni úgy, hogy ez hogy szól rólad. És ez nagyon fontos, hogy nem olyan ezoterikus vagy bulvár ezoterikus egyszer egy alapján, hogy minden téged tükröz, hanem ez különböző lehet. Tehát találkozol az agresszióval, sokféleképpen találkozhatsz. Tehát egy baleset formájában, egy autoagresszív betegség formájában,
egy sorscsapás, egy természeti katasztrófa formájában, vagy egy emberi cselekedetben, bárhogyan, vagy egy autóbalesetben, bárhogyan, az az agresszió tartalma. Lehet, hogy azért találkozol vele, mert te is agresszív vagy, csak nem akarod fölismerni. Lehet, hogy azért találkozol vele, mert te is agresszív vagy, vagy csak rejtetten, és ezt máshol éled meg. Vagy épp ellenkezőleg, te alul képviseled magad, és nem éled az agressziódat. Többféle variáció van, de ezt mindig egyénileg lehet megállapítani. Például az asztrológia, mint rendszer ebbe segít, hogy konkrétan, accidentálisan, helyzetben, lokális megállapítsd, hogy neked ez most hogy van, de asztrológia nélkül is lehet, különböző önismereti módszerekkel, ha te belemész, belefigyelsz, akkor kaphatsz erről információkat. Másfelé cselekszel kifelé. Például szóvá teszed. Például hívod a boltvezetőt. Például paraszkönyvet kérsz, vagy följelentést teszel a rendőrséget. Most ez sokak számára az a külső, meg ilyen csúnya dolognak tűnik. Pedig nem az, arra gondol, hogy testvérek vagyunk. Tehát magyarán, hogyha kiderül, hogy a másik tudatosan becsapott, csalt. De azzal segíted, ha visszajelzés azt neki, mert akkor soha nem fog szembesülni azzal a jelenvonással, hogy csalt. És lehet, hogy azzal fogod hozzásegíteni, hogy följelented a rendőrségen. Egy. Kettő. Ha nem jelzed vissza, akkor az utána lévő embertársadat is be fogja csapni. Tehát mindig gondolkodjunk közösségben és a közös felelősségben. De mivel a világ poláris és nehéz konstellációk vannak, akár melyik kezedet levágod, akkor már nincs igazad. Tehát ha csak befelé nézel és ilyen marha spiri ezó vagy és ott meg akarod fejteni, hogy miért történt veled, és közben van 20. bank hülyére vesz, extra kamatokkal és nem csinál semmit, akkor se karmikusan, se személyiség szinte biztos, hogy nem vagy a középpontokban. Viszont nem kell elátkozni a bankot, meg a nem tudom kit, hanem csak visszajelzést adni. Ebben ezek nagyon-nagyon ott vannak. Na most ugyanez kicsit spirituálisabban mennék tovább, hogy ugye a Marsz, ugye a hadisten a görög mitológiában, ez egy archetipus. Ugye Árész archetipusa, ha spirituálisan nézzük, ezt az évet fémjelzi a hős archetipusa, ugye a Hérosz archetipusa. És egy picit beszélnék a hős útjáról. Na ezt most be lehet járni ebben az esztendőben a különböző kisebb, nagyobb ügyeinkben és konfliktusainkban. És ez olyan hasonló ahhoz, ami személyiség szinten az előbb elmondta. De ez spirituálisan is úgy néz ki, így néz ki, csak mondom az állomásokat, kicsit más nyelven fogalmazva. A hős először is önmagával küzd meg, és nem kívül. Tehát mindenképpen az az attitűdje, hogy kívülről harcol, fölméri a terepet, csinálja a dolgát, de alapvetően magával küzd. Ez az önreflexió, amit most elmondtam. Az a nulladik pont. A második pont, hogy fölismeri, hogy hol van benne ugyanaz a tendencia, már mélyebben megyek, ugyanaz a tendencia, mint abban az emberben, akit őt szándékosan be akarja csapni. Na, ez már rázósabb ügy. Na, ez kell az önmagaddal való konfrontáció. Olyan mértékben tudsz belemenni ebbe, amilyen tudatszinten vagy, és amilyen érett a személyiséget. Most mondom az asztrológusoknak, mert sokan vagytok egészségedre, hogy te sétálsz az utcán, és valamelyik aktuális maffia éppen leszámol a belvárosban, és fölrobbant valami bombát, és megsérülsz. Miért történt ez veled? Mafiózó vagyok? Hát eddig nem vettem észre. Mafiózónak tanultam? Nem tanultam annak. Akkor mi közöm ehhez? Azt mondod, hogy Plutó, az analógiát fog meg. Hol vannak benned ilyen tendenciák? Lehet, hogy nagyon-nagyon messzire kell elmenni a horoszkópodban és a sorsodban, és nagyon-nagyon mélyre kell ásni a pszichédben. Na, az analógiás gondolkodás, most nem fejtenék ki, nem olyan hosszú az előadás. Az analógiák szintjén például nagyon-nagyon meg tudod fejteni az asztrológia segítségével, de egyébként mondok egy másik házszámot a pszichoterápia segítségével is, mert ott az analógiák szintjén egy mély módosult tudatállapotban, például a hipnoterápiával el lehet jutni, ha az analógiák szintjén találkozol, vagy akár szimbólumterápiákkal is. Ugye az analógiák azok még mélyebb szinten vannak, mint a szimbólum, az analógiai gondolkodás még mélyebb szintre visz, mint pusztán a szimbólumok dimenziójából lennél. Tehát az igazi hős, tehát a mindennapi hősök vagyunk, mert a hős az azt jelenti, hogy konfrontálunk. Tehát mindenjuknak van egy hérosz oldal, és most a hérosz évében vagyunk. Hát megvizsgáljuk, hogy hol van bennem ez a tendencia, és megvizsgáljuk, hogy hol működik bennem túl az az energia, vagy alul az az energia, mert amiről már beszéltem, miért találkozom ezzel. És hogyha ez sikerül valamilyen módon rájönnünk, akkor
A konfrontáló ember már két dolgot meg tud különböztetni. Hogy az ember és a viselkedés nem ugyanaz. Mert hogy tényleg nem ugyanaz. Az ember a sokkal tágabb dimenzió és sokszínűbb, mint hogy éppen viselkedik. Ezáltal nem, már nem ítélem, hogy ítéltessek, és nem ragadok kardot, hogy kardáltal veszek el. Ez így nyer értelmet, mert egyébként csak ezek ilyen jó kis tanítások. Egyébként nem tudok konkrétba belehozni, csak így nyer értelmet, hitem és véleményem szerint. Másfelől, amikor, ha meg is küzdesz az ellenséggel, ami nem ellenség, hanem a te tükröd, az a tendenciád, amivel szembenézel, és lehet, hogy kívül meg kell harcolod, mert föl kell jelentened a rendőrsége, mondjuk. Akkor közben nem gyűlölöd. Ez már egy még magasabb szint, hogy nem gyűlölöd az ellenfeledet. Sőt, a hérosznak a legmagasabb szintje, hogy már szabad döntésbe jut, hogy harcol vagy, vagy nem harcol, és eljuthatott már arra a szintre, hogy nem kell megharcolnia, mert magába ezt az agresszív energiát olyan módon megszelidítette, hogy a tér úgy rendeződik körülötte. A jóga szutrákban, amikor az a guru, aki nekem magyarázta a jóga szutrákat, azt mondta, hogy ha nem ártás szithét, az erőszakmentes szithét, képességét akkor bírod, ha már a környezetedben az agresszív ember megnyugszik, akkor azzal már tényleg rendelkezel. Szatyaranda tradícióban volt egy élményem erről, Riki a Yashramban, amikor Nirandzsananda, a guru, pusztán a tekintetével, hogy megjelent, te is ott voltál, meg lehet, hogy kurvájuk közül valaki, ahogy megjelent, megnyugodott a türelmetlen és éhező tömeg. Ő már bírja a nem ártás szithijét. De most ezek nyilván spirituális magasságok. Meg az is, hogy szabad döntése van abban, hogy megharcol vagy nem harcol, de vannak olyan helyzetek, amikor kívülről meg kell harcolni. És például a sötétet vagy a gonoszt nem önmagában létezőnek tekinti, mert nem önmagának létező, hanem az a fény hiánya, ami azon, mint tudatfókuszon, azon az emberen átszűrődik. És ő azt minősíti át magában, és kívülről azzal harcol. És a legmagasabb sík az, hogy vagy már nem kell harcolnia, vagy pedig miközben följelenti a rendőrségen, szereti azt az embert. Na ezt kap ki. De valójában ez a cél. Nem, hogy nem gyűlölöd, miközben följelented, szereted. Ha kell. Vagy nem kell följelenteni, mert átminősíted, de az már ott kell tartani. Na most itt nagyon-nagyon fontos, hogy ennek vannak fokozatai, mert közben olyan konstellációk vannak ugye az égen. Egyébként ez, amit kivetítettem, ez csak dísztelt, most nem akarok belemenni, hogy legyen egy kis só a háttérben. De most nincs só. Tehát, ezek most fölvillantottam lehetőségeket. Hogy a Mars évében mik vannak. A másik, ez a Mars, hogy alapvetően a nyilasba mozog, és visszamegy még a skorpióba, aztán újra a nyilasba. És itt nagyon fontos, hogy még ha igazunk is van, úgy gondoljuk, vagy hogy bratizunk a Jóistennel, hogy igaz sok esetleg ezt hajlamosan gondolni, akkor legjobb jó szándékkal sem biztos, hogy meg kell téríteni másokat. Vagy ha tudom a tuti utat, hogy ki mitől lehet szabad és mi a jó neki, akkor nem biztos, hogy nekem kell megmondani. Hanem erre meg kell érni egy belső folyamat eredményeképpen, és ha rá is jöttem, ugye azt szokták mondani a bölcsenget, ha én vagyok a bölcsebb, akkor hagyok laufot és rátekintés, hogy a másik rájön erre. Ebből megint szerintem lesz sok probléma emberi kapcsolatokban is van is, a közösségben és a világokban is, a világunkban is. A térítés, szándékkal, erőszakkal, például ideje korán, gondolj arra, hogy van, aki itt várandó szépen, hogy ha valaki túl korán születik meg, az is gáz, meg ha valaki túl hordja a gyermekét, az is problémákat okoz. Mind a megszületendő gyermeknek, mind pedig az édesanyának. Tehát, hogy ezekre nagyon érdemes figyelni ebben az időszakban. Na most, ugye ez különösen érvényes 17 márciusig, na most ugye, hát mik a fő témák még? Amikkel most érdemes konfrontálunk. Most mondom azt az évet, ami több évre igaz, aztán így majd mondom ezt így fokozatosan. Hát az egyik egy olyan történet, amit tulajdonképpen folytatom a tavalyit vagy a tavaly előttit, de az nagyon hasonló, csak most nyilvánvalóbbá lesz, és nagyobb, azt gondolom, és nagyobb a személyes felelősség ezügyben. És most mondom így, hogy kint bent, pontosabban az egyén pszichéjén, az egyén belső világában és a társadalomban. Egy olyan időszakban van az emberiség, amit egyébként nagyon fontos, hogy nem minősítsünk.
Ez nem jó és nem rossz, ugye az a ide vonatkozó hasonlat, hogy mész az autóddal, elbóbiskolsz, és akkor patkát fogsz, hogy a felező vonal felé mész. Vissza kell korrigálni. Mit kell visszakorrigálni? Azt kell visszakorrigálni, hogy a racionalitás, az anyag, az ego elv, a férfi elv, a kifelé figyelés túlsúlyban van. A bal agyfélteke a ráció. Be kell emelni jobban a jobb agyféltekét, amin megszületik majd a szimbolikus gondolkodás, mint az analógiás gondolkodás, a női elvet, a befogadást, a csöndet, az empátiát, magát, maguk az érzelmek tudatosítását, azzal való dolgozást. Tehát tulajdonképpen semmi másról nincs szó, mint egy visszakorrigálásban most éppen az emberiség, ezt teremtettük. Csak ebben az esztendőben, erről fogok még beszélni, nagyobb a feszültség, és jobban nyílik az olló. Ezt a végén még össze fogom foglalni. Na most ennek a definíciója, amit most elmondanék, az a következő tanítás, az időszakra vonatkozóan. Alapvető, gyökeres, mélyreható változás, szerkezeti, strukturális. Az emberi psziché kereteiben, személyiség kereteiben és annak alapját tekintő, annak alapjaiban. És ez a társadalomban úgy néz ki, hogy egyébként nagyjából 250 éve nem volt ilyen. Tehát nem kis időszakról van szó, távlatról van szó, hogy az emberi együttélés anyagi és formai struktúrája, szerkezete változik most meg, alakul itt most át, méghozzá mélyreható és gyökerese. Vagyis a javaknak a megtermelése, annak az elosztásának a módja, annak a visszaforgatása egymás felé és a természet felé. Nem véletlen, hogy a gazdaság, a politika, a társadalmi együttélés formái, az államformák, az adórendszer, ez mind gyökeresen át kell alakulnia egy más értékrend alapján. És a gyökerességet most vizsgáljuk meg most kívül, és ugyanez van az emberi személyiség struktúrában is. Tehát kívül és belül minden, ami nagyon el volt folytva, el volt hazudva, ez most apokaliptikus időszak, mert elepleződik. A világban is egy csomó minden, hogy működik, hogy működött eddig, milyen elvek alapján, vagy milyen manipulációk alapján, az most egyre inkább szükségszerűen napvilágra kerül, másrészt pedig egyre több ember egyéni szinten is rájön, mert tudatosul. Ez van most, ez az időminőség van most. Na most ezt próbálom átadni, hogy ez a kint és bent, ez egyszerre működik. Tehát az emberi pszichében ez mit jelent? Rá vagyunk kényszerítve, és arra kapunk lehetőséget, hogy amitől nagyon félünk, amit nagyon elfolytunk, abból most többre ránézzük. Ugye Hades, Pluto az alvilág ura. Tehát a saját alvilágunkra. Most nyilván ezek generális megfogalmazások, de ez mindenkinél karmafüggő, sorsfüggő, milyen a személyisége, milyen tudatszinten van. Az egész, amiről beszélek, nyilván mindenki ott tud erre reagálni, amilyen személyiségérettség és tudatszinten van, és ott tud fejlődni, vagy megugrani bizonyos szinteket és dimenziókat. Tehát ami a személyiséget működteti gyökeresen, és amitől nagyon félünk, most azzal kell szembenézni. És társadalmi szinten is. Mert ami nagyon tudattalanítva van, vagy le van hasítva, vagy el van folytva, attól függünk. Vagy függésben tartunk másikat. A függés egy másik nagy téma, ami itt van. Miért tartunk függésben másokat? Mert másokba akarjuk kontrollálni azt, amitől magunkba félünk, mert nem ismerjük, nem fogadtuk el, mert magunkban nem tudjuk. A kicsi függések is, makro, mikrofüggések is ebből alakulnak ki, az nagy ilyen függés alapú emberi játszmák mondjuk a társkapcsolatokban és a családokban, de a nagy függések is, azok a pszichológiai, így mondom most, a pszichológiai szellemi érdekcsoportok, akik túlfogyasztanak, akik mások fölött azért akarnak uralkodni a világban, mert önmaguk félnek és rettegnek és nem szeretik magukat, és alatt egy didergő, önmagát utáló ego van, azért akarnak többet fogyasztani. Azért akarnak kontrollálni másokat. Ugyanaz az elv nagyban, mint kicsiben. Na ezek a függés témák, amik most jobban napvilágra kerülnek, megtisztálhatjuk, és dolgozhatunk vele. És ezekből egy csomó tartalom kényszerűen bejön. Mert ebben a pozitelemben ezt a filmet vetítik. Tehát jobban bejön az, ami a tudat fölött van, ami a transzcendens, és jobban bejön az, ami a mély tudattalamban van. Ez fizikálisan is így van. Jobban megmozdul kívül, ami felettünk van, vagyis a légkör, és stabilabbá válik, és minden, ami alattunk is van.
Ugye például megnézzük az éghajlatot, vagy a tektonikus mozgásokat, de most mondjuk az éghajlatnál, akkor rögtön van három dolog. Egyrészt van egy racionális összefüggés, hogy az emberi tevékenységből fakadóan, ahogy interferál az éghajlattal az emberi tevékenység, ott biztos, hogy van valami. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy nulla köze van a hőmérséklet változásának az emberi tevékenységhez. De azt sem mondhatjuk, hogy ez 100%-osan ez okozza, mert a Földnek teljesen normális ciklusai vannak. És a Földet nem érdekli, hogy hányan élnek rajta, a jégkorszakok akkor is változnak, de befolyásolják. A harmadik az analógiás összefüggés, hogy az őselemek bennünk is működnek, illetve kint is működnek, és bennünket tükröznek. Ez külön előadást lenne, most nem mennék bele. És azt mondom, hogy van egy negyedik, hogy mivel most itt az az időszak van, hogy ami nagyon-nagyon alattunk van, az most beemelődik, hogy tudatosuljunk, és ami nagyon felettünk van, az is most lejjebb jön. Ezért például földgyorsulnak, és izgalmasabban válnak ezek a mozgások és változások a Föld légkörében, meg a Föld alatt, meg a Föld mágneses terében, meg mindenhol. De ez önmagában már négy összefüggés. Tehát arról van szó, hogy minden, ami szerkezeti, strukturális formai változás személyiségben és társadalomban az aktuális most, mint most, és annak a mozgatórugóit kell föltárni, mint elfolytott, lehasított tartalmakat, aminél fogva függésben tartjuk magunkat és másokat, mert ezt magunkkal is játszunk. Tehát amikor te kívül egy másik ember fölött uralkodsz, vagy te vagy éppen az, aki függsz, akkor azt valamilyen személyiség részét csinálja magadban magaddal. Az biztos. Mert az vetül ki, mert azért csinálod kifelé. És akkor itt két nagy játszmára, amik fölhívnám a figyelmet, a tettes áldozat játszma, ami tulajdonképpen mozgatja a történelmet, hogy játszmák mindig az intimitás elkülönésre vannak, sőt, a szamszára kerekét, a légforgatagot, az újraszületéseket, a karma törvényét is. Na most ez egy örökzöld dolog, mert hogy ez mindig van. Akkor most miért hozom elő ebben az évben? Mert most ebben a körforgásban egy olyan időminőség van, amikor valamilyen ponton most jobban ebből ki lehet lépni. Vagy legalábbis egy magasabb szintre föllépni. Ha valaki a reinkarnációban gondolkodik, mindenki volt már tettes, volt már áldozat. Ha aztán pszichológiailag fogalmazom, mindig van egy tettes oldalad, meg egy áldozat oldalad is, amit magaddal csinálsz. És csinálod másokkal is. És ennek van egy külső dinamikája, a történelemben mindig vannak tettesek és áldozatok, és az emberi kapcsolatokban is, valamilyen mértékben. És itt ahhoz, hogy kilépj ebből a játszmából, föl kell ismerned, hogy mi a tettes és mi a áldozat oldalad, amikor éppen áldozatban vagy valamiben, akkor te hol vagy tettes, és fordítva. És megvan a dolga a tettesnek, meg az áldozatnak. Vagyis a tettesnek szembenézni a tettével, bocsánatot kérni az áldozatnak, de előtte el kell jutni egy belátásig. Nagyon mélyre megy, akkor fölismerni a saját áldozat oldalát, ott van a mély szerencsere. Az áldozatnak ugyanezt végigcsinálni és eljutni a megbocsájtásig. Bizonyos nagy történelmi játszmákból, sőt, transzgenerációs játszmákból másképp nem fogsz tudni kilépni. Ennek van egy fontos állomása, amely szaturnuszi minőség, most mondom így, és ugye a szaturnusz is fontos szerepet kap ebben az esztendőben. Hát a bűntudat. Amit keleten úgy oldanak föl, hogy a bűntudatból eljutni a belátásig, de egyébként nyugaton a kereszténység is föloldja, úgy mondják, hogy bűnbocsánat. De a bűntudatban például nagyon fontos ebben az időszakban, hogy az egy jelzés, az egy feedback. De nem arra való, hogy aztán önsajnáljuk magunkat, mert az egy egófixáció, és akkor nem jutunk tovább. Hanem eljutni, keresztények ezt így mondják, a bűnbocsánatig, keleten pedig így mondják a belátásig, ami viszont már egy magasabb megértést jelent. Természetesen mondhatjuk azt, hogy ha ezeket a tartalmakat elkezdjük, kinek mennyit, ezt mindenkinek a saját lelkét, a saját karmáját, a saját sorsát, a saját tapasztalati terét kell most megfigyelni, kicsiben, nem a világot kell megváltani, a saját házunk táján sepregetni. Bármilyen lépést teszel, fontos lesz, mert ugye van egy olyan összefüggés, hogy amit lehasítasz magadból, vagy lehasítunk magunkból, vagy inkább azt mondom, hogy elfolytunk, akkor azt kivetítjük a külvilágra. És ugye azt mondtam a Mars éve kapcsolatban, hogy szerepcsere, megértés. Akkor tudsz szerepet cserélni, megértés, vagy lojalitás gyakorlása. Ha fölismered, hogy
Te milyen kivetítéseket tettél a másikra, akár mint elvárások, illúziók, amik a tieid? Szépen visszavallod és elkezdesz felelősséget vállalni érte, hogyha ezt tényleg csinálod, akkor ezzel egyidejűleg az elfolytott tartalmaid is elkezdenek beépülni, fénybe emelni, és az ego így kezd beletávulni egy magasabb rendű folyamatba. Tehát tulajdonképpen az, hogy gyökerekig, ugye van egy ilyen mondás, hogy a pszichiáterek és a fogorvosok a gyökerekig hatolnak. Most gyökerekig hatolás időszaka van. Ebben az értelemben. És mindenkit arra biztatok, hogy a nagy folyamatokban is találd meg a helyedet. A világban. Ma azt mondod, hogy a terrorizmushoz nincs közöd személyesen, a árfolyamhoz nincs közöd személyesen. Hatványozottan van, mert a te kis döntéseiddel is ez tovább hatványozódik. Másrészt ugye természetesen a belegondolsz ilyesmi, hogy tudatos vásárlás, meg tudatos fogyasztás, hát kimúlik az egyén döntései. És most nem sorolnám a további összefüggéseket, hanem azt az összefüggést igazán, hogyha sok-sok egyén átminősít magában dolgokat, akkor ezek az energiák másképp működnek a közösségben. És ez mindig így működött. Most mondhatnék ilyen kifejezéseket, a kritikus tömeg. De hát ez csoportdinamika, teljesen világ. Kisebb csoportokban is működik az, hogyha ott megvalósul valami egyéni szinten, és átbillen, akkor átbillen az egész csoportdinamikai tér. Sőt, a csoport már olyan vezetőket tud választani, akik mint tükörfelelős vezetőket tud választani, sok önmagáért felelősséget vállalni tudó ember. Egyébként nem tud csak felelőtlen vezetőket választani. És ki tud termelni olyan véleményformáló figurákat, akik átminősítettek magunkban dolgokat, és jobban figyel rá a környezet és a külvilág. A másik nagyon fontos lecke, két hívó szó, ami megint csak már a korábbi évekből ismert, és most még élesebbé válik, szabadság és szabadosság, szabadság szeretet, szabadság és elkötelezettség. Az előbbiek ezzel teljesen összefüggnek, mert itt most az a lehetősége van az emberiségnek, pontosan ezzel a folyamattal, amit az előbb elmondtam, hogy a gyökerekig hatol, és a saját tartalmait megismeri és elkezd felelősséget vállalni, hogy egyrészt a szabadság nem kívül van, és hogy a szabadalom belül, és a szabadságot valójában a kozmikus törvényekkel összhangban lehet igazán működtetni, csak mert akkor vagy szabad, és valójában akkor tud szabadon szeretni. És például nagyon sok ugye itt a mulandó eszmék, ideológiák, relativizált, manipulatív gondolatáramlatokban nagyon sok ilyen útkeresés van most a világban. Hogy így legyünk szabadok, úgy legyünk szabadok, így csűrjük, úgy csavarjuk, majd szabaddá teszek mást, majd kívülről keresem a szabadot. Minden van, figyeljétek meg ezeket a létkísérleteket különböző szinten, de lehet kísérletezni ilyen alapvető dolgokra, önismerettel, tudatossággal és spirituálisan egy idő után rá fogsz jönni. Például arra, amire szeretnék, és ez a konstelláció rávilágít, hogy a szabadság csak belül van, és kizárólag úgy tudsz eljutni a szabadságig, hogyha megismered a önmagad működését és a világ törvények működését, és elkezdesz összhangban lenni. Az Uram legyen meg a te akaratodtól kezdve valamennyi spirituális tanítás arról szól, hogy amikor már te akarod, ez megjelenik Goethe-re, még egy Tolstoyra, és most hirtelen eszembe jutnak ezek a gondolatok. Hogy amikor már te önként akarod azt, ami az Isten akarata. De ilyen nagyon egyszerű dolgokba belegondolsz, hogy tudsz olyan társas játékot, tudsz olyan sportot, aminek nincsenek szabályai. Tudsz-e bizalmat, intimitást építeni egy olyan párkapcsolatba, amiben vannak hatal és hazudoznak egymásnak? Tudsz-e olyan pszichoterápiás helyzetben bizalommal lenni, ahol kiben járkálnak, a csoportitok, a pszichodráma csoportok, ki van beszélve, és a munkahelyen azzal fogad, ja, te játszottál tegnap az anyáddal, te szerencsétlen. Abba a pszichodráma csoportba, abba te biztonságban éreznéd magad? Hogy a sport, hogy a játék, az arra van-e, hogy legyőzzük a másikat? Hát szerintem nem. Mondjuk maximum arra is van, hogy fejleszd a saját képességed, de leginkább az, hogy jól érezd magad, összehangolódj szeretettel és intimitásban. De tudsz úgy felszabadultan lenni egy sportban, ahol nincsenek játékszabályok, kérem szépen keretek. Akkor vagy szabad
az autóddal a városban, ha betartod a magyar köztársaság törvényeit, a kreszt, törekszel rá, az autód mered tulajdonságait, és úgy vezetsz, amilyen állapotban éppen most vagy. Ha nagyon álmos vagy, akkor nem is vezetsz. Mert ha nem, akkor nem vagy szabad. Mert vagy ártasz magadnak, vagy a másiknak, vagy a rendőr büntet meg, vagy bevonják a jogosítványodat. Na, ilyen belátások vannak, amire rá kell jönni. És hogy ennek van egy olyan elővételezése, hogy meg kell ismerni a szabályokat. Hogy az asztrológia is úgy működik, szoktam mondani, hogy egy kozmikus kressz. Ott van egy hatszögletű piros tábla, belül egy stop, ott nem fog kinyúlni egy kész, hogy megállítson téged. Vagy ismered, vagy nem ismered, vagy betartod, vagy nem, de a következményet ki fogja viselni a stop tábla. Na, nem a stop tábla, hanem te. Vagyis, ez a frági elszólás, így hálítom, én a felelősséget kérdezem. Tehát te magad vagy a felelős, tehát a planéták ilyen módon nem okoznak semmit gyakorlatilag. És itt pontosan erről van szó, hogy először meg kell ismered a játékszabályokat, amit nem ismertél meg, azért nem tudsz felelősséget vállalni. Vagyis a szabadsághoz vezető következő lépés megismerés, realizáció és elkötelezettség. Bele lehet menni a magyar nyelv ezeknek a kifejezéseknek a jelzéseibe. Na most nagyon sok olyan emberi konfliktus tükröződik közöttünk és generálódhat, ami erről szól, hogy akkor most itt különböző egóvigéckedések, és most ezt nem ilyen ítélkezőből mondom, mert én is csinálom nyilván, más is, csak vedd észre, hogy akkor ezt a szabadságot hogy próbáljuk csűrni, csavarni. Amikor egy olyan világban élünk, hogy annyira kell félni a szabadságunk megőrzésétől, hogy a szabadság szimbólumát jelentő utasszállító gépeken már a pilóta is kizárja magát. Hát ez pont ez a visszanyalakhagyi színű helyzet. Tehát most csak az analógiás példákat mondom, hogy ugye mik ezek gyakorlatilag az öngólok, és erre most alapvetően érdemes figyelni. A másik, amire már elmondtam, hogy a szabadságot nem lehet kívülről ráerőszakolni másokra, ugye a jó szándékkal, a pokolvezető út is jó szándékkal van kikövezve. Hát aztán ez tovább kompilálódik ez a dolog, mert az asztrológusok tudják, hogy különösen itt a, ugye most nevesítsük is, hogy ugye beszéltünk a Plutónusz kvadrátról, beszéltünk a Mars évéről, és hát oké, de hogy találjuk meg a kereteket? Ugye azt mondom, hogy meg kell ismerni a kereteket, meg kell ismerni a játékszabályokat. Ugye, ha valaki nem tudja a játékszabályokat, akkor ezzel tudja betartani. És van egy olyan időszak, ez főleg elkezdődött tavaly, de főleg 2015. decemberétől, ami arról szól, hogy az embernek lehetősége és feladata, hogy rendezze a teremtővel való viszonyát. Ezt megint ilyen hangzatos. Ez mit jelent? Tehát a Tao, a Buddha természet, a Krisztusi természet az ott van bennünk. Sorolhatnál. Tehát a transzcendens rész, az isteni rész. Tehát valamilyen módon rendezni kell, vagy újra kell rendezni a kapcsolatunkat. És ezt realizálni, hogy mi az, ami számunkra reális, megfogható, testre szabott és megfelelő. Tehát a világkép, hit, szemlélet, a nagybetűs hit, ami az Istenhez vezet. Erről van most szó. Na most milyen út vezet idáig? Mert ez szép dolog, hogy ezt tisztázni kéne, rendezni kéne, mert először tisztázni és rendezni az első fázis. A másik megismerni, hogy mi az én, ahogy mondtam, testre szabott hitem. És azért tudni felelősséget vállalni, mert olyan időszak van, hogy ki természetesen azon a szinten, van akinek ez ideológia, van akinek ez világnézet, van akinek ez istenhit, ez attól függ, hogy ki hol tart. Jobban ki kell állni, hogy miben hiszel. Még akkor is, hogyha sokaknak nem tetszik, még akkor is, hogyha konfrontálódsz, még akkor is, hogyha ezért megpofoznak, vagy még súlyosabb dolgok is bekövetkezhetnek. Tehát kiállni a saját hitedért, de ahhoz el kell jutni, hogy mi a saját hited. Na most mi az útja? Megint mondom a konkrétat. Megint érdekes módon visszatérünk a személyiséghez. Az ego hiedelem rendszerrel veszi magát körül. Amíg a hiedelmeinket, az úgynevezett kognitív torzításainkat, ha nem a valóságot látjuk, a valóság az mindig viszonylagos, de mindig van egy aktuális viszonylagos valóság, ami közelebb van a végső valósághoz, mert hogy van végső valóság, azt nem akarom magyarázni, hogy van dharma, Isten igazság, természet, törvény és így tovább. Az embernek, ezért ettől ember, hogy Isten ember, hogy van hite, ezen keresztül lehet fölkapcsolódni. De azt meg kell ismerni a törvényeket, a játékszabályokat. De hogyha az én hiedelem rendszerem
amivel az ego körülveszi magát, ezt így torzítja, ilyen különböző színes szemüveget vesz fel, akkor el fogjuk látni. Tehát először is ezt kell megdolgozni, amik ugye a valaki, ahogy gondolkodik, ahogy kommunikál, mögötte hiedelmek vannak, amögött beállítódások vannak, amögött sémák vannak, amik nagyon-nagyon korai gyerekkorban kondicionálódtak. Megint oda jutottunk, hogy lásni a személyiségbe és önismeret, így vagy úgy, most ebben nem mennék bele, hogy ki hogyan, ezeket fölismerni, mert ezekből lesznek a torzításaid, a különböző szemüvegeid, amit automatikusan előkapsz. Ez az egyik, mert egyébként nem fogsz eljutni a magasabb hintig, mert ez akadályozni fog. A másik, ami akadályozni fog, hát megint ugye itt vagyunk a szülőknél, már megint anyázunk, papázunk, de hát igen, mert itt van egy fontos fázis. Mert mindig azt mondom, hogy a szülőkön keresztül kondicionálódik a karma, amivel dolgunk van. Azért épül be a személyiségbe. A szülő komplexuson keresztül például ugye azt mondom, hogy ugye az én Isten kapcsolatom olyan lesz, amilyen az autoritáshoz való viszonyom, a felettesekhez való viszonyom. A legnagyobb felettesem, ha úgy tetszik, akkor a jó Isten, vagy az öreg Isten, mondta a magyar nyelvben ezt használva. De milyen viszonyom van, vagy viszonyom a felettesémmel, ami beépült, és az én szüleimmel? Ha egy gyerekkori mágikus hitben vagyok, vagy egy megdolgozatlan haragban, akkor ennek alapján fogok gurut választani, a gurumra is ezt fogom rá projicálni. A guru az lehet, hogy tiszta, aki, vagy a pap, aki engem hívverőként, pontifexként kapcsol az Istenhez, de én valami más fogok ráaggatni, mint a karácsonyfára. Vagy súlyosabb torzítások és személyiségsérések esetében eleve álgurukat és álpapokat fogok választani, akik még nem is tiszták önmaguk sem, tehát nem tiszta csatornák és hívverők. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a hitünket rendezni, akkor körülbelül ilyen dolgokkal van dolgunk ebben az időszakban. És ennek szerintem. És ennek alapján jutunk el odáig, hogy akkor most letisztulhat a világnézetem, a szemléletem, és emelkedhet, és dimenziót is válthat, mert sok ember rájött arra, hogy ja, hát eddig az univerzumon ott zárult be, hogy itt komolyan vettem politikai áramlatokat, már pedig a politika ugye elszakadt ugye a szellemiségtől, és rájöttem arra, hogy hát ez nem vezet sehová. Vagy komolyan vettem bizonyos filozófusokat, akik mondtak jó dolgokat, meg tanítottak, de persze van egy-két filozófus, akit lehet tanulni, hogy azért ő a végső valósághoz is nagymértékben fölkapcsolódtak, és megismerkedem az ő tanításaikkal. Vagy pedig már megismerkedem Krisztussal, Buddhával, vagy megismerkedem a Jógaszutrával, vagy a Bhagavad Gita-val. Hát azok azért így nem úgy működnek, mint a politikai pártok, hogy így évenként így úgy jönnek a szél, tehát azt nagyjából mindenki tapasztalja. Tehát, hogy elkezdek magasabb tanításokhoz kapcsolódni, mert az időszak, ez egyébként a tudat távolásának az időszaka is. És ebben megint kapunk konfliktusokon keresztül ugyan, de segítő tanítást vagy konstellációkat, vagy konstellációt, mert hogy ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy tudattávolás, tapasztalás, ahhoz növelnünk kell a bennünk lévő elvonatkoztató képességet, absztrahációt. És itt most visszautalnék arra, amit az előadás elején mondtam, hogy csak most másféleképpen mondom egy picit, és ez most félig víz, de félig komoly, hogy van a buta ember, van aki csak okos, az gondolkodik, van aki értelmes, az már a gondolatai rá tud nézni, és van aki tudatos, definiáltuk a tudatosságot, aki a saját értelmére így rá tud nézni. És van, aki csak csöndben van. Mert már nem mond és nem csinál semmit, az a, úgy van, ahogy van állapota. Ez a Mahamudra, ez a teremtés állapota, amikor még nem nyilvánultak meg a dolgok. Van mit befutni. Na most nyilvánvaló, hogy más nyelven itt arról van szó, hogy van a racionális gondolkodás, amit mondtam, hogy a látszólag különálló dolgok ugye a végeredményt nézem, van a szimbolikus gondolkodás, ami közös, és van az analógiás. Az asztrológia például azért csodálatos rendszer, mert a magasabb megértés az elég sokáig elvisz, mert még egyszer mondom, az analógia az azt jelenti, hogy a sókristály kikristályosítom, majd visszakristályosítom. De a sókristály lényegisége megmarad, és tudom azt, hogy a teremtés pillanatában mi volt, és fölismerem, hogy most micsoda, úgy, hogy teljesen különböző arcot ölt. Tehát amikor azt mondom, beszélek, hogy menemülő Mars, ugye az akarat, az agresszió, akkor sokféleképpen megvan. Lehet, hogy a fizikai testemben megtalálom, mint betegség, megtalálom gyógynövényekben, megtalálom külső konfliktusokban, megtalálom a természetélemekben, és így tovább, és így tovább. Tehát itt most arra van lehetőség,
És különösen az év második felében van egy ilyen konstelláció, ami arra tanít bennünket, hogy muszáj a tudatunkat tágítani, és muszáj egy magasabb iskolába föllépni vagy átlépni. Ott, ahol éppen tartunk, tehát megértési szintben. És ez pontosan ezt jelenti, hogy aki nagyon ilyen racionálisan gondolkodott, az próbálja meg szimbolikusan gondolkodni. Tanulni. És ebben sokszor a kényszer ugye nagy úr. Például, ha belegondolsz, a világ nagyon manipulatív. Tehát, ha megnézel egy híradót vagy az internetet, hát tényleg ember legyen a talpán, hogy eldöntse, hogy mi az igaz. Minden meg van buherálva. Most nézd meg egy politikai konfliktust, hogy most a menekültek miért jönnek, miért nem jönnek, hogy most érdekes módon 50 tonnányi dollár mit keres egy afrikai ország egy repülőgépen, azt kinek szánták készpénzben. Hát szóval, hadd ne sorolja, hát mindenki tudja a rész híradót. Tehát őrület van. És tényleg nem lehetne tudni, hogy mi az igaz. Tehát magyarán ez tanít téged arra, hogy racionálisan ne vedd komolyan a dolgokat. Úgyse fogod választ kapni erre. Pont ez a racionális információ hiteltelensége már akkor a világban, hogy ez arra késztet. Ha nem elkezdesz tudatosulni, elkezded a szimbólumokat nézni, és elkezded az analógiákat nézni. Másrészt, hogyha elindultál egy úton, akkor ez automatikusan is történik, és itt mondok megint egy ilyen összefüggést erre vonatkozóan, hogy természetesen, ha keresed a végső tanításokat, folytatsz egy spirituális praxist, vagy egy vallás mentén haladsz és gyakorolsz, tehát tényleg gyakorolsz, akkor ez tágítja a tudatodat. De ez egyébként fordítva nem működik, és megint a személyiséghez azt tapasztalom, megint a személyiséghez térnék vissza, mert hiába követ valaki egy vallást, hogyha vagy a vallás által kínált lehetőséggel akkurátosan nem dolgozik a személyiségén, vagy pedig külön, mert lehet, hogy ugye minden vallásnak nézd meg az etikája, az egy. Ugyanaz, tudom én, námanián, ha ajánlott, nem ajánlott cselekedeteket, ugye jóban mondjuk nem vallást, vagy a 10 parancsolat. Mind ugyanazt mondja. De például, ha neked a személyiséged életlen, és átdolgozatlan tartalmaid vannak, akkor lehet, hogy vallásos vagy, de az ellenkezőjét fogod csinálni, és úgy fogsz viselkedni, amennek az ellenkezője. Fordítva viszont, hogy ha te egy egyre érettebb személyiség működésedben tudatosabb emberé válsz, akkor automatikusan belenősz egy magasabb etikába. És ez egy nagyon-nagyon fontos összefüggés. És ezeknek a fölismerésére, vagy az emberi munkára megint csak nagyon jó lehetőség adódik ebben az időszakban, amiben most vagyunk. Tehát ezt jelenti, hogy tisztázni a hitünket, realizálni és felelősséget vállalni érte, de ez egy tudattágulás is jelent, hogy tágítani a tudatunkat belülről is, tehát személyiségfejlődéssel, személyes önismerettel, és ezen keresztül pedig olyan spirituális tanításokkal, ami ezt végzi, tehát ami ezt emeli. Például valaki asztrológiát tanul, annak például egy célja az nem az, hogy asztrológus legyél, mondjuk lehetsz az is, hanem gyakorlatilag az analógiás gondolkodást elsajátítod, egy gondolkodás fejlesztés. Megtanulod tágítani a tudatodat, még akkor is, hogyha nem fogod használni az asztrológiát. Tehát hogy ez egy életpélda erre vonatkozóan. És pont, tehát amire kényszert kapunk ebben az időszakban, abban vedd észre a lehetőséget. Pont ebben, hogy nézd meg, manipulált a világ, racionális szinten úgyse tudsz eligazodni, ezért marad a tudatosulás. Vagy mi marad? A félelem, a rettegés, függés és függésben tartás és egymás kijátszása. Hát ebben részt akarsz venni? Mindenkinél van erre lehetőség. Van, amikor egyébként nem akarsz, csak nem tudsz. Vagy magammal is beszélhetek, mert ezek most törekvések. És elfogadni, hogy most így tudom, de hogy van följebb, van más, és felismerni azt, hogy mivel van dolgom most ahhoz, hogy a következő lépcsőkről föllépjek. Na most igen ám, de tisztázni a világtörvényeket, tisztázni, hogy mik a játékszabályok, meg a játékszabályokhoz. Hát most olyan konstik vannak, ha szabad ezt a kis ilyen pesti asztrológiai szlenget hozom, hogy ugye a Jupiter-Szaturnusz-Neptun tékvadrát, hogy hát itt emberi erkölcs, meg földi jog, meg a törvényesség és jócskán sérül. Kicsit enyhül ez, amikor átmegy a mérlegből a Jupiter, majd szeptember környékén. Szóval föl van adva a lecke. És most nyilván nagyon sok nehézség, konfliktus megy kicsikben, nagyban, hogy most mi jogos, mi nem, mi igazságos, mi nem.
Most azért vannak ilyen örökzöld dolgok, hogy tényleg van dharma, tényleg van végső igazság, van Isten igazság, természettörvények, ezt már mind megénekelték a világkultúra beavatottjai, a világvallások, a spirituális tanulók, a hagyományok, a teremtés mítoszok, a természeti népek és a természettudósok is, kérem szépen. Ezeket a törvényszerűségeket. Na ezt kellene valahogy megérteni, tudomásul venni, csak ha mögötte van egy pszichológiai érdek, vagy ego hatalmi érdek, ami mögött nagyon sokszor persze társadalmi érdekekkel is, akkor ez akadályoz bizonyos tudatokat, tudatcsoportokat és embereket abban, hogy ezt meglépjék. És mi magunkat is. És nyilván sok ilyen zavar és katyvasz és útkeresés van és lesz, hogy akkor most hogy csináljuk, mint csináljuk. Mondom az ideavatkozó hasonlatomat, ki lehet menni a parlament elé, le a gravitációval felőtt a táblákkal tüntetni, de, most ezt színezem azért, hogy megváltozik, hogy egy gauss legyen a Kossuth téren a gravitáció mértéke, egysége nagyjából nem fog megváltozni, megfelelő rendő elvisz. De ezt még lehet cizellálni, nem, én felszabadítom a gravitációtól a Kossuth teret, gyertek, csináljunk forradalmat. Tehát lehet szembe menni a világtörvényekkel, csak a saját teremtettségeddel megyünk szembe. És most nagyon sok ilyen zsákutca van. Figyeld meg megint a ilyen múlandó ideológiák szintjén, az ember és az emberiség így, hát, erről mindent kitalál. De ez nem baj, mert az emberi lét tapasztalás. Olyan, mint a gyerek, hogy fölmászik jobbról, fölmászik bal, azt rájön arra, hogy hogy lehet, és beüti az órát. Ez az emberiség gyerekbetegsége. Egyfelől úgyis fölfoghatjuk, másrészt pedig az, hogy útkeresésben vagyunk, hogy az autóval megtalálni a közepét gyakorlatilag ezeknek a világtörvényeknek. Ebben vannak illúziók, vannak félelmek, és most mindenki behelyettesítheti globálisba is, ami a saját fantáziájában van éppen, vagy amit fölismer a világban, vagy a saját környezetében fölismer problémát, vagy akár a saját tendenciáit is, vagy másokat, akik éppen ebben utat kerestek és el vannak tévedve, és várnak valamiféle igazodásra. Csak hát egy olyan helyzetet teremtettünk magunknak, hogy nagyon sokszor a példaadó személyek is el vannak tévedve. Mert például kevésbé vannak beavatott politikusok, tehát ma nem archaikus társadalomban élünk, vagy teokráciában, ahol egy politikus olyan tiszteletre kivétel, olyan beavatottsági szinten lenne, hogy fölkapcsolódna a világtörvényekhez. Hát ugye ez, de most nyilván ez a mi tükrünk, tehát egy kicsit ilyen Münchhausen váló effektus, hogy akkor most vak vezet világtalan, de hát bizonyos értelemben igen, oda-vissza tükör. Hol tudod megfogni a dolgot, úgyhogy te a magadét elkezded csinálni és világosítani, vagyis tágítani a tudatosságodat személyiségből, és a személyiségből úgy tudod, hogy minél érettebb a személyiség, minél nagyobb önismerettel rendelkezel, annál jobban belátod azt, hogy együttműködjön a te akaratod, a végső akarattal, és annál inkább be tudod fogadni a magasabb tanításokat, mert például amíg személyiség elakadásod van, vagy kognitív torzításod, addig a magasabb tanításokat is torzítod. Nézd meg a történelmet, hogy mi lett abból, amikor a Szentírást elkezdték manipulálni, meg szó szerint értelmezni. Hadd ne soroljam az ide vonatkozó példákat. Ez most is zajlik egyébként kollektív szinten, tehát az a helyzet. Na most, hát ilyen, ez ilyen konstelláció van, ahol nagyon-nagyon tisztázni kell az, hogy mi a végső valóság, nagyon tisztázni kell, hogy milyen törvényszerűségek működtetik az embert. El lehet határozni például olyan magánéletben is, el lehet határozni, én most elkezdek úgy működni, hogy ilyen szembe megyek például alapvető pszichológiai folyamatoknak. Úgy, hogy még nem vagyok olyan tudatszinten, hogy azt átminősítsem, mert azért a szabadság kérdésében is van egy dolog, meg a törvények betartásában is van egy olyan összefüggés, hogy létezik egy olyan tudatszint, amikor már nem azok a törvények vonatkoznak rám, kulatlicet, jubi, nonlicet, búbi, amit szabadon küldenek, nem szabad a kis ökörnek. Oké, csak most ökör vagyok, vagy Jupiter? Ez egy nehéz kérdés adott helyzetben. Mert hogyha én azt gondolom, hogy rám nem vonatkozik a gravitáció, és a tizedikről akarok kilépni, az fájdalmas tapasztalat. De létezik az, amikor már nem vonatkozik rám. Mert azon a tudatszinten vagyok. Na ezeket kell most belőle. És ez tényleg attól függ, ez a reális önismeret és szembenézés, és nagyon fontos most ezekben a konstellációkban a fokozatosság. És most át is ívelek arra a nagy tanítási körre, vagy utolsó nagy tanítási körre, amivel nekem az jut eszembe, amikor Müller Péter ugye úgy ír erről, hogy őrizgetjük cseptudatunkat az óceánban. És ez egy nagyon alapvető misztérium, hogy az ember az ugye egy. Egységre vagyunk hangolva, egyek vagyunk. De ugyanakkor meg, hát nézd meg, hogy kialakul az ego, a személyiség, és különállóak vagyunk. Mindenki
valójában az egységet szeretné realizálni, miközben ugye kétségbe vagyunk esve, mert hogy kettősek vagyunk, duálisok vagyunk, mert hogy kialakul az egónk, a kettősségnek, a kivetülésnek a terméke, és mintegy be kell járnunk egy utat, úgy tűnik, hogy realizáljuk ezt az egységet. Na de megint az útnál vagyunk, és megint a fokozatosságnál vagyunk, mert van egy ilyen rafkós tanítás ebben a időszakban, ami megint régen volt az emberiség történetében, hogy visszatért ez az egység kérdés, hogy ismerjük már föl, hogy valójában mi lényegileg egyek vagyunk. Méghozzá nem csak tudatilag ismerjük föl, mert ilyen tanítás már volt korábban, hanem így szívben, így átélésben. Igen ám, de nagy kérdés, hogy ezt öntudatlanul tesszük, vagy tudatosan. Érett vagy életlen személyiség van alatta. Hát az emberiség egy olyan kihívás előtt áll, hogy megyünk egy olyan egység felé, ami illúzió alapú, öntudatlan és illúzió alapú, vagy menjünk egy olyan egység felé, ami manipulatív, mert megint csak öntudatlan. Tehát mire gondolok? Arra gondolok, hogy a valódi egység, ez most persze nagyon ilyen szép gondolat, de az csak tudatos szeretet alapon valósulhatna meg. Most lehet, hogy ilyen pesszimista vagyok, de nem hiszek abban, hogy ez meg fog valósulni belátható időben a Földön. De mindesetre ilyen tanítások vannak. De arra mindenképpen érdemes figyelni, hogy például egység alapú, még rafkósabb, manipuláltabb globalizáció fog bekövetkezni, amiben szintén egyek leszünk. Marhára egyek leszünk. Csak nem szeretet alapon leszünk együtt, és nem tudatosság alapon leszünk együtt. Ebben ez a probléma. Látszólag pedig az egység illúziára lesz rákenve minden. Ez az egyik szélsőség. A másik szélsőség meg az illúzió, volt a hippi mozgalom, meg a virág a puskacsőbe, az nagyon szép dolog, aztán meg jött belőle az orgia, meg a fű. Ez is egy út persze, de ez se a tudatosulás és szeretet a útja, hogyha ez így belőjük. Ez se a közepe a dolognak. Na ezek most így lehetőségek, tehát hogy most illúzió alapon, vagy manipulatív alapon, mind a kettő öntudatlanság teremtünk egységet, mert ennek a veszélye most itt van. És ide varnám be azt, hogy fokozatosság és visszatérek a teremtéshez, meg ahhoz, hogy az ego hogy alakul ki. Hogy az ego elkülönül, és a teremtésből fakadon az egónak el kell különülnie, és az ego fokozatosan egy belső, egy immanens folyamat következtében elkezd beletágulni az egységbe, amit nem lehet kívülről, nem lehet erőszakolni, és nem lehet sietetve. Se a szabadságot, ez egy belső élés. Magyarán az egónak vannak keretei, határai, amit meg kell teremteni. És ha azt már megteremtetted, és realizáltad, és elfogadod, és szereted magad, és tudod a szabadságodat élni, akkor léphetsz a következő lépcsőfokra. De ha nem, akkor mi lesz belőle? Vagy áldozat leszel, vagy tettes, törvényszerűen. Nem tudsz más lenni. Idő előtt elmosni határokat, vagy már idő után fönntartani határokat, megint probléma. Ez a határ, ego határ, én határ, szabadság határ kérdés, ez megint nagyon pellengéren van. Kollektív szinten is, megint nagyon ott van, és egyéni szinten is. És nyilván itt egyéni szinten kell ezeket megtalálni, és a sajátodba tudsz ezért felelősséget vállalni, hogy például azt mondom, hogy én most mindenkinek a kiáratnál adok 100 000 forintot. Tehát nem, maradjatok. De nincs. Akkor tudok adni, ha van, és ha tényleg komolyan gondolom. Tehát az ezekkel rendelkezni kell, ezzel a szándékkal és ezzel a pénzösszeggel, érted? Tehát egyébként illúzió. És addig nekem meg kell teremteni egy határt, hogy vissza kell addig a szándékig, hogy a szívből tegyem, nem másból. És hogy megteremtsem azt a pénzt, amit oda tudok adni nektek. Azt mondjam, hogy önfeláldozás. Abban benne van az ön. Hát amíg nincs én, addig mi a fenét áldozunk föl? Ugye ez jegyzem ilyen örök halak probléma. De nagyjából beazonosítjátok, hogy a alap Neptunról beszélek, és kérdezik főleg a Szaturnusz Neptun kvadrát részét ennek a dolognak, és ebben persze most picit belemegyünk ebbe a bizonyos T-kvadrátba, ami egy nagyon nehéz állás. Tehát ezek nagyon-nagyon fontosak, és még erről mondok néhány szót, de most természetesen itt segítő ügyben azért az év során vannak olyan időminőségek és olyan konstellációk, amik például segítik a transformációt. Ahhoz, hogyha a Hadesnek, az alvilág urának, vagyis minden, ami a félelmeinkben van, az altudatban van,
valóban eljutunk addig az aspektusáig, hogy nem véletlenül illették gazdag jelzőnek. Tehát, hogy elmenni addig az erőforrásig ezen a középúton, ami a legnehezebb út. Ha már mondtam az illúziót, vagy a félelmet, hogy a tudatállapotokat megnézzük. Ugye mindig egyszerűbb létrehozni egy tiszta tudatállapotot mondjuk illúziókeltő anyaggal, pszichodetikummal, hiperventilációs légzéssel, mint önismerettel és meditációs gyakorlattal. De ez nem rápirítás senkire, hanem ezzel sokunk, sokan így vagyunk, hogy a legnehezebb utat nehéz választani, és most nyilvánvalóan van szó, hogy kell, hanem arról van szó, hogy helyzetbe vagyunk hozva ebbe az időszakba. És nagyon sok ember, aki ezt már fölismeri, és még egyszer mondom, hogy fölismeri azt, hogy ebben te személyesen most hol tartasz, akkor megteheted ezügyben a következő lépést. Most akkor egy picit jussunk el az előadás utolsó harmadában a egy-két összefüggésre még szeretnék rávilágítani és összefoglalni. Tehát egyrészt, hogy ne minősítsünk, hanem nézzük ezt a harmóniát. Ezt én nagyon-nagyon javaslom, mert akkor be fogunk menni ebben a évben, pont ebbe a függés-függésben tartás, meg bűntudati, meg áldozattettes játszmába, pont abba, amire a konstellációk most esélyt adnak tisztázni és kilépni. Ugye mondtam, hogy kulcsszavak az önismeret, tudatosság, felelősségvállalás, és most erre mondhatja valaki azt nyugodtan, hogy hát jó, de hát Zsolt, hát ez mindig is örökzöld téma volt, erről szólok a szent, több ezer éve ez a tanítás. Ez igaz. De amit most mondtam, nem mindig van olyan időmérésű ilyen konstelláció, mint most, amikor ilyen mérgő átalakulásban van az emberiség önmagával, az élő környezettel, az életednek hit környezetével, egymással való viszonyában, és nem gyakran van ilyen helyzetben, amikor ilyen mértékben tud felelősséget vállalni a ránk bízott léttagozatokért, gondolok itt növényvilág, állatvilág, növényvilág, ásványvilág, ami egyben tükrözi is őt. Ebben most nagyon erőteljes időszak van. Nagyon erőteljes időszak van, és bizonyos értelemben kiélezett ez az év ebből, hogy kinyílik az olló. Hogy te milyen urat szolgálsz, úgy igazán, és mi mellett hiszel, és mi mellett teszed a voksodat. Ezt most jobban meg kell nyilvánítani, és a most hozott döntéseid, azok sokkal mélyrehatóbbak lesznek, és hosszabb távon tovább tudnak gyűrűzni, például ebben az évben. Itt ugye ennyire élesen, például ezen T kvadrát kíséretében a Plutóranusz kvadrát már nem fog például összeállni, most mondom azoknak, akik ilyen formában, akik ugye asztrológiával foglalkoznak. Másrészt mondhatod azt, hogy persze a történelem színpadán ismétlődnek dolgok, nagyon hasonlóak a forgatókönyvek. Ez mindig az van, hogy mit tudom én, van egy forradalom, valaki megdönti a kormányt, forradalmárok hatalomra kerülnek, majd azok becsontosodnak, aztán őket is megdönti majd valaki. Ez szokott történni, nem? Hát ez teljesen ilyen egyszerű. Tehát mindig lehet tudni előre is a történelmet. Én is értettem, hogy miért kell, hogy történelmet tanulni. Gimnáziumban volt konfliktusom, ami miatt a történelem találom, hogy mindig ugyanaz van. Na mindegy. De! Az analógiásan mindig ugyanaz van. Viszont az tény, hogy létezik a spirál, és pont ezek a konstellációk arra tanítanak, és itt mondok a hívom fel a figyelmet, hogy nem érdemes most bogarászni az efemeridát visszafelé, meg a múltat. Jó, most hasonló konstellációban mi akkor tudod, amikor? Hasonló, igen, például, tehát az tény, hogy Szaturnusz-Neptun kvadrát, meg Szaturnusz-Neptun együttállás, meg Szaturnusz-Neptun kvadrát van most, és volt Magyarországon nézve ez 44-ben, volt 56-ban, meg van most. És akkor mindenki tegye hozzá a magáét, hogy mi volt ekkor, és most csak a magyarságról beszélek. Hogy valóban vannak hasonló leckék, ez tény, de egyrészt nem pont ugyanaz a lecke, másrészt pedig itt arra lehet appellálni, hogy más a tudatszint, tehát létezik tudatosulás, azért annyira optimista vagyok, hogy létezik tudatosulás, és ez tapasztalatú, és mindig más segítő és tanító időminőség van, mert a transzcendencia és a kegyelem is lejön, meg az, ami alul is van, a nem szép dolog, meg a félelem és a szorító tartalom is följön ebben az időszakban. A másik, hogy vegyük észre, ez globális szinten is zajlik, hogy figyeld meg a tudományt. A tudomány élvonala, holografikus világkép, arra épülő kvantumfizika és a valódi arra épülő kvantumpszichológia egy olyan érdekes dolgot hoz be az emberiség gondolkodásába, hogy az emberiség a tudományon eddig néz meg, hogy mindig kifelé tekintett nagyon. De a tudomány most újra visszahozza az ember figyelmét befelé.
mert sorra dőlnek meg azok a tételek, illetve nem dőlnek meg, hanem bizonyítást nyernek a tudomány által, amit a spiritualitás már több ezer éve tanít. Ez nagyon-nagyon fontos lesz. Nagyon-nagyon fontos lesz az is, hogy az élő természetet elkezded úgy tekinteni, amiről eddig az analógiás tudás vagy az asztrológia beszélt, hogy például a nap mint égitest az él. És lehet, hogy nem csak az él, hanem minden más él, olyan értelemben, hogy a fizikusok erre nem is gondoltak. És akkor már rögtön ott vagyunk, hogy a bennünk lévő őselemek amilyen állapotban vannak, és amilyen tudatosan át tudom minősíteni magamban, a külső őselemek is ezt fogják tükrözni. Ahogyan egyébként a rágbizott léptagozatok, mint mondtam, tükröznek bennünket, hát nézd meg, akinek van kis állat otthon például, hogy mennyire tükrözi az asztrál tartalmait például. Házi állat, és így tovább, és így tovább. Tanító, gondoljunk mindig, hogy a viccek legtöbbi az mindig, meg a mesék, ugye az állatokról szólnak, és mindenképp az ezen keresztül tanulnak. Egyébként, ha már itt vagyunk, akár analógiásan, akár oksági alapon, és igen, valószínűleg fokozódnak a természeti katasztrófák, aminek funkciója van, és funkciója lesz. Hogy azt, amit elemi szinten analógiásan hordoznak ezek a léptagozatok, arra megtanítsanak bennünket. Például összefogásra, együttérzésre, egymásra figyelésre. Amikor a vízelem fölbojdul, ami egyfajta egységérvény és annak hiánya, vagy éppenséggel annak illuzórikus alkalmazkodása lehetséges, hogy kívül a vízelem, aki összemos határokat vagy gátokat, az megtanít arra, hogy én hogyan vagyok ebben, vagy hogyan tudok összefogni és együtt érezni, és így tovább. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy csak úgy vannak természeti katasztrófák, hanem az emberiség sokkal inkább fölébredhet arra, hogy mit tanulhat általa, és bizonyos dolgokat már kiválthat, van esély rá, hogy ne katasztrófákon keresztül tapasztalja meg. Tehát tulajdonképpen most egy szemléletváltozás van, egy tudati forradalom van, amit mondtam, ami gyakorlatilag hoz egy viselkedésváltozást. Jó esetben. Na most nézzük meg azt, hogy milyen lehetőségek állnak előttünk. Most nem a fizikai jóslás szintjén. Hát egyrészt egyébként felhívtam már a figyelmet, hogy most egy illúzió, egy félelem alapon és manipulatív alapon globalizált világ elé nézünk. Mert ami most történik, tehát bizonyos régi mintákat nem csak egyéni, hanem közösségi szinten, mivel gyökeres átalakulásról van szó, tényleg el kell engedni, nem fogjuk tovább folytatni. Csak nem mindegy, hogy milyen dimenzióban tudunk ebben átalakulni. Mondok erre egy példát. Például a fosszilis energia használata egyre inkább, és annak a kibányászása és felszabadítása egyre inkább lejár a Földön. Ez spirituálisan is fontos, mert a fosszilisban alacsony rezgésű lelkek vannak bezárva, illetve entitások vannak bezárva, és ezt szabadítjuk föl. Ez energetikailag is káros, és nem véletlenül környezetszennyező. Most ezt valószínűleg át tudunk lovalni erre, mert biztos észrevettétek már, hogy nagy olajcégek már régen áttették a tőkéjüket a megújulóba. Tehát a olajcégek finanszírozzák például leginkább ezt. Mondjuk. De persze egy más hír is zajlik, az is, hogy egyébként a tengeralól is lehetne olajat szerezni meg egyerek. Na, mindegy, abban én biztos vagyok, hogy szerintem az emberiség most még nem fog kipusztulni emiatt, már csak azért sem, az később lesz. Mert még a vak nulla fokot nem értük el a világévekben és világhónapokban, tehát az még szerintem nem aktuális, asztrológiailag nonsensnek tartanám, hogy kipusztuljuk még. Viszont oké, hogy fizikálisan túlélünk, na de jobb világ lesz az, hogy azok az érdekcsoportok, akik eddig az olajjal sakkoztak, azok most a megújulóval fognak sakkozni és kizsákmányolni. Az jó nekünk? Kérdezem én. Tehát itt dimenziókról van szó, hogy vajon, tehát egy szinten biztos, hogy bizonyos mechanizmusok meg fognak változni. De a következő szint, hogy történik-e erkölcsi változás, ami mögött személyiségváltozás van, és ezáltal megtörténik-e a spirituális változás. Ezek kérdések. Ez még nincs eldöntve, mert a jövőt azt kiteremtjük egyénileg és közösségi szinten ezekkel a dinamikákkal, amit vetítünk a vászorra. A másik dolog, hogy mert ugye lehet, hogy azt mondod, hogy lesz energia, meg túlélünk, meg lesz élelem, meg jönnek olyan városok, meg technológiailag meg lehet valósítani olyan önfenntartó városokat szerintem, hogy el se hiszük. Na de hogyha ott alacsony az etikai színvonal, vagy van egy kulturális hanyatlás,
Az emberi lét arról szól, hogy a Maslow piramis alján fogunk poroszkálni, és megvalósul az, ami a Hiék paradicsoma című filmben, ahol vázolnak egy olyan Amerikát, hogy az IQ-ra mentek rá, ahol genetikusan annyira lecsökken az IQ 100 alá, hogy hogy fog megkinézni az Amerika. Ott az IQ-ról voltak a filmkészítők. Tehát az emberiség túlélhet, de vajon erkölcsi hanyatlásunkkal vagy felemelkedésünkkel mi lesz, és szellemi felemelkedésünkkel mi lesz? Ez egy nagyon-nagyon fontos tét. Fölhívom a figyelmet a szélsőségekre, ami még jobban éleződik. Az öntudatlan egóra épülő materializmus és az öntudatlan egóra épülő álszellemiség. És ebből nem hagyható ki az egó és a személyiség. Tehát életlen személyiséggel, ha akár a spiritualitás nem használod fel arra, hogy a személyiségemen dolgozzak, mert úgy lehet csak viselkedésváltozást előidézni, akkor a spiritualitást sem fogom tudni üdvösre használni. De a materializmus sem. És itt most van egy ilyen fura dolog, hogy ebben a világban, hát mivel nem arhaikus társadalomban élünk, ahol nekem van egy olyan meggyőződésem, hogy valaha a világvallások, a jóga, meg minden, az egy azon rendszer volt, amin végig lehetett menni. Elvileg most is végig lehet menni ezen, csak ezek a lehetőségek nem kínálkoznak olyan kézenfekvően a mai világban. Tehát ezt kicsit külön kell megcsinálni. Természetesen akinek megadatik, az csinálja meg egybe, hogy a spirituális praxis során is vigye végig a teljes személyiségének tisztítását, akár, fölülről lefelé, bár egy pszichoterápiától ugye nem várhatjuk azt, hogy megvilágosodjunk. Na most kicsiben, így a vége felé, amire fölhívnám a figyelmet, pont ez a kulcs szó, hogy a befelé, a kifelé fordulás helyett befelé fordulni. Ebben az értelemben az egész előadás most szólt. Ebben most nagyon fontos döntéseik lesznek. És minél inkább ezért felelősséget tudsz vállalni úgy is, hogy erre nem vagy feltétlenül rákényszerítve, és kicsit elébe mész. Azokban a helyzetekben, ahol pedig viszont rá vagy kényszerítve, ha ezt megteszed, akkor szerintem nagyon jól abszolváltuk a tanításait, vagy megtesszük, nagyon jól abszolváltuk ennek az évnek a tanításait. Ugyanis, hogyha sok-sok ember, és megint visszatérek a kritikus tömegre, sokkal inkább befelé fordul, és ugye ez a tudatosulását hozza, annál kevesebb lesz az emberi játszma, a környezetkizsákmányolás és a manipuláció, és az energiahasználat és minden más, ami most problematikus. Tehát kezdve az, hogy cselekedj lokálisan, gondolkodj globálisan, hogy környezettudatos vásárlás, hogy felelősségteljesség az emberi kapcsolatokban, és így tovább. És itt ebbe a makro viszonylatokra szeretném még fölhívni a figyelmet. Kicsit, amit mondtam az előadáson a hős útjáról. Hogyha tudsz abba menetelni, törekedni a kis környezetedben, a társkapcsolatban, a családban, akikkel neked averziód van, vagy ellenfeled, vagy riválisok, vagy konfliktus, és ez lehet bárki, családtag, főnök, stb. Párkapcsolat, aki tükröz téged. Befelé menni minél többet. Fölismerni, hogy az a dinamika, ami megvalósul mondjuk a társkapcsolatban köztetek, azt te hogy játszod magaddal. Transzakcionalis szerint ugye felnőttén, gyermekén, szülőjén. Ez milyen viszonyban van egymással. A benned lévő gyermekben megrekedt személyiség egy felnőttebb személyiség résszel. Személyiség része, ilyen személyiség résszel. A benned lévő sérült személyiség rész egy egészségesebb személyiség résszel. Mert az a dinamika fog kivetülni a te fontos, téged reflektíven tükröző emberi kapcsolataidban. Fölismerni azt, hogy amit viszont te csinálsz, vagy te viselkedsz, azt te játszod magaddal, szülői rész, a gyermek része. Egyik személyiség része, a másik személyiség része. És ezt csak magadba tudod feloldani. Ennek csak eszköze az a felület, amit a másik tükröz számodra. Sőt, még messzebbre mehetsz. Most azért mondom a lehetőségeket, mert nem tudom, hogy ki hol tart. Bárhol tarthatsz. Fölismered, hogy ezek nem csak személyiségtartalmak, hanem hozott életfeladat részek is, vagy karmikus tartalma. Ezen keresztül oldod a karmádat, ugye sajátodnak tekinted. Vagyis mész a felelősségvállalás felé. Mert az önismeret azt jelenti, hogy egy csomó mindenért, amit kivetítesz, amit hárítasz, azért valójában te vagy a felelős. Ugye egy spirituális magaslatban már minden te vagy a felelős. Mondjuk amikor elérsz odáig, hogy a megvilágosodás azon foka buddhizmus, hogy már minden te vagy a felelős, és a buddha
azért tér vissza, amíg egyetlen ember is szenved, azért visszatér, vagy mondja Hangos Béla, hogy nem ülhetek nyugodtan a karosszékemben, amíg egyetlen ember is szenved, ha ideig én is el lehet jutni. De hogy a maximális felelősségvállalás. És mondjuk egy emberi kapcsolatban ez pont nem azt jelenti, hogy te a másikért vállalsz felelősséget, hanem fölismered, realizálod a te projekcióidat, ahogy te működsz belül, és ami megnyilvánul köztetek, és amit a másik tükröz számodra. És mindent ennek a realizálására fölhasználhatunk, még egy emberi kapcsolatot is. És ha maximálisan erre tudjuk használni az emberi kapcsolatot, akkor biztos, hogy nem fogjuk kihasználni a másikat, vagy fölhasználni bármire. Ellenben, ha nem vállaljuk a felelősséget a saját kivetítéseinkért, saját tartalmainkért, és nem is fejük föl, akkor biztos, hogy ki fogjuk használni a másikat, és biztos, hogy föl fogjuk használni a másikat a mi kis egójátszmáinkra. Tehát pont fordítva van. Azt látok. És mondanék ilyen szösszeneteket például, hogy ha befelé haladsz és tudatosulsz magadban, akkor egy csomó olyan dolog a világban meg tud változni. Ugye nézd meg a társadalmi közöny. Sokszor attól van, mert nem tisztázottak a játékszabályok. Már sok mindenki nem mer dolgokat csinálni, mert olyan nyaka tekert a jog, hogy ha segítesz valakinek, akkor téged fognak anyagítani, vagy a jog legalábbis számunk ér. Hát miért hozunk létre ilyen törvényeket? Hát mert elszakadtunk az univerzális törvényektől. Persze, ha valaki nagyon tudatos és nagyon jó harcos, akkor ennek is meg lehet találni a középpontját, de ez már egy komoly tudatosságot igényel. Vagy nézd meg, most csak ilyen bagatell példákat mondok, hogy mit tudom én, tele van Budapest fekvőrendőrökkel. Mert már mindent kívül akarunk megoldani, tehát az ember már annyira felelőtlen és annyira lealacsonyodtunk, hogy már magunktól nem tudunk lassítani. Na most ugye tehát mindent kihelyezünk. És ennek a kihelyezésnek egy óriás őrület lesz a vége. Az, ami, amikor a pilóta kizárja már magát a saját gépét. Tehát ezeket vegyük észre. Vagy sorolhatnám, most mindegyik mondok ilyen példát, vagy az, hogy például annyira bizalmatlanak már az emberi kapcsolatokat, hogy mekkora erdőmennyiséget kiválnak azért a sok papírért, amit a bankok, a bíróságok, meg a mindenféle szervezet küldözget. Miért? Mert nincs bizalom, mert nincs adott szó. Mert nincs már készfogás. És megy a pazar, csak mondhatnék még egy órán keresztül példákat, ami eszembe jut. De ez mind a kifelé figyelés, az elszakadás a kozmikus törvényektől. És ez is egy veszély, hogy az emberiség ugye ebbe az irányba megy el. Akkor most hívnálok benneteket a végén valamire. Egy nagyon rövid pici befelé figyelésre. Majd mindjárt, csak először előkészítem. És akkor azt már szeretném szakrálisan lezárni, hogy majd át tudjuk menni szünet után aztán egy közös éneklésre, amiről annyit, hogy majd fognak erről beszélni a Szatyananda Kirtan csoport képviselői, de hogy a énekben megfogalmazott ima az egy nagyon komoly fölkapcsolódás. Kirtan éneklése, a mantra éneklés tisztítja az elmét, a tudatot, a személyiséget. És ez mint egy szentesítés exponálja, és olyan mantrákat választottunk, azt, amit a mostani konstellációk üzennek, és ami a mai előadás szól. És akkor most egy rövid záró gyakorlat, egy szabadon választott kis ajánlott néhány perces imagináció, pontosabban egy csönd. Semmi más. Ahogyan kezdtük az alkalmat, tudatosítsd a jelenlétedet egy picit néhány perc magad módján. Ahogy ülsz a széken, vagy választasz egy fókuszpontot magad előtt, vagy becsukod a szemed, aki úgy szokott gyakorolni, elképzeled egy gyertyalángot a szemöldök központban, az Ajna Csakránál, a harmadik szemnél, vagy egyszerűen csak figyeled a légzésedet. Tanulja vagy a légzésednek. Picit segít az elmét lecsendesíteni. Tudatosítod a tested, ahogy ülsz, ahogy érintkezik a talajjal, a székkel.
úgy érzed, hogy így ezek a támpontok, számodra a támpontok, tudatosítsd azt. Ha úgy érzed, hogy elképzeled a gyertyalángot, akkor fókuszáld, vagy előbb koncentrálta az itt lévő gyertyalángra is. Pedig úgy érzed, hogy szívesen a légzésedre figyelsz, akkor légy tanulja annak. Mint ahogyan patakparton ülsz, és csak a tanú tudatosságával érzékeled, hogy csörgedezik az a patak. A légzés történik, a test lélegzik. A test itt van és érintkezik. Itt és most. Csak a képzeletbeli vagy valódi gyertyalán van a fókuszban. És hogy így lecsöndesült valamennyire a elme. Figyeld meg, hogy mi jön be arra a kérdésre, hogy mi az, ami most az életedben nehézség, megoldandó, feladat, probléma, krízis, vagy amivel dolgod van. Aktuálisan itt és most mit jut eszedbe? Milyen érzelem kapcsolódik ehhez? Netán milyen szimbólum? És ez csak egy indító gyakorlat. Most tedd oda, hogy amit az előadáson hallottál a konstellációk kapcsán, mit kellene tovább gondolnod, mire van lehetőséged, hogyan inspirált ez téged, a saját személyes dolgod, hogy a saját személyes dolgod megoldásához közelebb kerül. Mi az, ami fölmerül, mi az, ami eszedbe jut? Mi az, amivel úgy érzed, hogy dolgoznál, esetleg hogyan? Spirituális praxissal, önismerettel, olvasmányokkal, különböző segítségkéréssel. Mivel van dolgod? És az időminőség, amit most itt teljességigénye nélkül, csak egy keresztmetszetet igyekeztem adni, hogyan segíthet ebben téged? Esetleg mi lesz az a következő, amivel fogsz foglalkozni ennek alapján, amit hallottál? Van valami olyan, ami úgy érzed, hogy jó, ha nyoma van, akkor nyugodtan, hogy kijöttél ebből az állapotba egy-két kulcsszót, jegyezd le. Otthon folytasd, amíg dolgozz ezzel. Pici időt még hagyunk ennek. Pontosíts, mi a legfontosabb ebből neked? Lassan bard el a szálakat, találd meg most a végét ennek, ami fölmerült, földobott a tudattalanul. Fogadd el és elégedj meg azzal, ami van. Tehetünk egy felajánlást is, hogy ez kibontakozás, megvalósulás felé menjen. Magunkban, kinek-kinek hite szerint. Lassan, saját tempódban engedd el a fókuszt, fokozatosan nyisd ki a szemed, és a saját módszereddel tér vissza. Köszönöm, hogy beszélhettem nektek, megnyilvánulhattam, igyekeztem eszközcsatorra lenni, és kívánom, hogy váljon működésetekre. Kerüljetek közelebb a szeretetteljesen tudatosabb élethez ezáltal is. Egy 15, max. 20 perces szünet után pedig fogadjátok szeretettel majd a Szatyananda Kirtan csoportot. Ha valaki szeretne feliratkozni vagy kérdezni, akkor itt szünetben itt vagyok. Isten áldását nektek, és ne felejtsétek el, hogy most pont húsvét és tünkös között vagyunk, egy jó kis mi a születési időszak. Köszönöm!